És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Feri. Hello! Hello! Jani! Hello! Jani! Nővérke, abból az előzőből azért hozna még egyet olyan jó szirupportat. Bocsánat, Jani, beszélgetésem kicsit akadozik 3-4 napja, de már javul, az R-betűt nagyon jól mondja, és az már jól van. Kicsit még lassú lesz a beszéd, de igen. Sziasztok, jó reggel! Hello! Na mi van, te kis jaj, kalandor? Na most már jobban vagyok, kár volt aggódnotok. Látjátok, milyen jó, hogy nem jöttetek be. Nem, ben voltatok? Voltál? Kedves hol hallgatóink, voltál? Hol voltam? Kórházban. De miért nem mondtátok, bementem volna? Hát a kutya feltem, miért nem szóltatok? Hát nem értem. Nem akartunk megijeszteni. A Balázs azt hitte végig, hogy a Krügerben vagy egy kétnapos túrán. Veszek, csinálom a dolgomat. Nem szóltok, hogy baj van, akkor nem tudok segíteni. Hát nem is értem ezt a dolgot. Na, szóval, hogy megjött Jani is, így van, itt vagyunk. Úgyhogy újra hárman. Kiegészülve most már veled. Reméljük, így is marad. Nem már jövő. Tervezel-e még valamit? Most már jobban vagyok. Nem, semmiképpen nem tervezek semmiféle ilyen kis kiruccanást, ilyen jellegűt legalábbis, mert azért jó volt, szép volt, nagyon kedvesek voltak, nagyon aranyosak voltak a dél-afrikai egészségügybe, egy kis bepillantást nyerhettem, egy kétnapos kirándulás erejéig, és rá kellett jönnöm, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben fényévekre vagyunk tőlük többek közt ebben is. De még egyszer nem szeretnék oda menni. De azt azért megértjük, bármennyire is jó volt az ellátás, meg jó volt a színvonal, nem? Így van. Azért érthető, hogy többet oda nem. Pontosan így van, nincs kedvem többet oda menni. Jó, de vigyázz a kezeddel, ne csak, hogy mert letéped az infúziómat. Igen, aki elmegy Jani mellett, vigyázzon, mert ha kitépi az infúziót, igen, akkor nagy baj lesz. Sokat meséltünk mi egyébként a hallgatóknak. Képzel, hát teljesen sok kamut nyilvánvaló, de meséltünk. Nem, a dél-afrikai egészségügyről szóval azért az oké, hogy a biztosító által, ugye ez egy magánkórház volt, és van egy közkórház is, de hát azért szóval tényleg elképesztő állapotok. Abból a szempontból, hogy egy csoda, tényleg. A végbéltükrözést is finoman csinálták, amit Balázs itt rá korlapodott. Azt ráírtam a lapodra, de csak azért aggódtam érte, mikor a doki elfordult, mondtam alulról fölülről, a biztonság kedvéért. Nem fáj? Na most csak arról, hogy mennyire finomat csinálták, csak annyit, még kettőt kértem. Ja, Istenem, szóval igen. Úgyhogy nehéz az embernek így távolságtartással kezelni a dolgokat, főleg, hogyha a családjában vannak olyanok, akik hosszú évek óta az egészségügyben dolgoznak. Nálatuk is van ilyen családtag, és azért ők is mesélgetnek otthon, hát azért tudod, amikor bejönnek is egy iPad-del veszik fel a napi ételrendelésedet, és gyakorlatilag 3-4 különböző étel közül választhatsz vegetáriánusként. Felfoghatatlan. Azért igen, az elég erős. Pont ott voltam, én csak így ültem a bőrfotelben, ami egyébként ott volt a szobában, és így belesüppettem, és elnézést kértem, hogy ott lehetek, és nem értettem, hogy itt mi történik. Mikor tényleg a nővérke megjött egy iPad-del, és megkérdezte, hogy most narancslé vagy cornflakes, és körbenéztem, hogy lehet, én is meghaltam az idebeli vezető úton. És ez már nem az. Ez maga Mennyország. Maga Mennyország, egy hotelben vagyunk, és egész egyszerűen csak pihenünk. Szóval, hogy tényleg elképesztő. Csak úgy, mint egyébként ez a rohadmányos dél-afrikai időjárás, komolyan mondom, tehát azért most már tényleg elmentek, küldjetek már egy kis jó időt, vagy napsütés, vagy bármit, amit ti otthon találtok, küldjétek már ide, mert most is kinézek, és komolyan mondom, az életkedvem elmegy. Tehát, hogy ebből is azt látjuk, hogy nem Dél-Afrikában vagyunk. Igen, palira vettek minket a földrajzórán. Afrikában nem meleg van, szárazság, és perzselő nap. De nyáron. Csak ez most tavasz, tudod? Ennyi. Na, de azért az a 12 fok ónos esőköccitálás. Az nem ugyanaz. Igen, tehát tegnap, amiben hazajöttünk adás után, az tényleg kikérem magamnak a 10 km per órával, mert olyan látótávolság volt a köd miatt, ami novemberben van valahol, nem tudom, fönt a Bakonyban, vagy a Kékesben. Szóval, hogy így nem erre készült. Tegnap egész délután esett, többen igen, szorítottak a stábból, hogy akkor legalább pihenhetünk este, de aztán megnéztünk benneteket, kimentünk, akkor az adás alatt szerencsétek volt, nem esett, de utána tényleg ebben jöttünk vissza. Igen, tegnap este te egészen sokáig együtt mozogtunk, ugye, mert hogy egy ilyen búcsú est volt, ami azt jelentette, hogy kijöttetek megnézni az élőadást, és hát ott találkozhattál a hasonmásoddal is, aki szerepelt az adásban. Meggyőző, megdöbbentő. Stábtag már ideje.
Komolyan, és az, hogy, tehát, hogy mindenhez ért, érted, ha kell, akkor beteget hallgasz, ha kell, akkor levelet visz, bámulatosan. Nem figyelj, zenélni, nem zenél, semmilyen hangszerrel, a főzés az borzalmas, gyakorlatilag minden oda, mindent odaéget, a gyerekeit gyűlöli, tehát, hogy ne pofárolja, mint te. De. És beugrónak jó. De rohadtul hasonlított hozzád, úgyhogy igen. Hát, történelmi pillanatok voltak, az biztos. Az biztos, igen. Na és mi van? Becsomagolva? Ruhák összehajtva? De áll még a szoba közepén a halom. Aztán majd délután összerakjuk. Délután megyünk 4-kor, azt hiszem, a reptérre. Mondták, hogy mikor jön a busz, hogy adjam át, de elfelejtettem. Azt hiszem, 4 körül. Hát, ha nem, akkor majd kimegyünk gyalog. De most mindenképpen érdemes már egy 4-11 magasságába kívülni ide a lépcsőre, a szálloda elé, hogy nagy legkésetek volna. Nem, azt hiszem, talán egy kicsit korábbi időpontot mondott nekünk a mi gyártásvezetőnk, a Berta, és talán 4-4-et, de Viki ült ott, úgyhogy majd még a reggelinél majd újra felhívom. Nem kell ez a izé most megint, hogy már üljünk ott egy órát kint, mert ezt látom, hogy megint szivatás, ugyanúgy, mint a NAV. Nem, elmondom, 18:45-kor megy a gépetek, ami holnap indul majd, illetve holnap landol Budapesten a Kairói járat. 18:45, jól láttam? Igen. És még ő 3-4-et mondott, és én csodálkoztam is, hogy miért kell ilyen korán menni, de ez külön kérés volt, hogy azért messze van a reptér, meg ha bármi történik, tehát 3-4-kor megy a buszotok a reptérre. Így van. Igen, mert az még úgy is eléri a Johannesburgi gépet, ha az itteni nem indul el. Az itteni nem indul, igen, menni. Akkor szépen átmentek, és akkor ott mennyi az átszott, van egy nagyobb átszállásotok. Itt nincs, itt csak azt hiszem 2 óránk van, és hajnali 5-kor megérkezünk a gyönyörű Kairóba, és a gépünk tovább megy 11-kor. Ott van egy 6-os ott van egy nagyobb. És már tudjuk, hogy nincs annyi a kairói reptérben, hogy ezt a 6 órát kitöltse. De jó lesz, megyünk már hazafelé, mindegy, várok akármennyit. Nem az igazi? Nem az igazi a kairói reptér? Nem? Hát, hogy is mondhatni, mondjam. Hagyd némi kívánivalót magam. De egyébként minden reptér, tehát szerintem nincs olyan reptér, amit nem úsz meg 1 óra után. Ha mindent látsz. Ugye? Mindent látsz, megnéztél az összes cuki butikot, az összes órásat így egyesével végignézted, az összes nem tudom milyen bevásárló helyszínt, az összes kajádát már megnézted, hogy hol fogsz majd enni, ha egyáltalán enni akarsz, és ez 1 óráig eltart, és 1 óra után pedig azt mondod, hogy na jó, most mi van? Akkor most mi van? Igen, hát laptopokat föltölteni, zenegépeket, laptopoztat, filmet néztek, zenét hallgattak. Na most azt a kairói reptérnek van még egy különlegeség, hogy nincs internet. Tehát kiírják, hogy van, na. Nincs internet, nincs konnektor, és hát az van, hogy a boltok se lesznek nyitva, mert éjszaka lesztek. Konkrétan mindenben lesz zárva a reptéren. Igen. Ha majd itt veszünk valamelyik gyerekboltba ilyen, hogy hívják, hogy kézibábokat esetleg. Hát, és akkor látok valahol ilyen szembefényt, akkor báboztak. Igen, és jövő héttől egy pici kép leszel ott a tévében. Bizony. Bizony. Jó messzire tőletek. Jó messzire tőlünk, Skype kapcsolaton keresztül toljuk, Feri már otthon. Mi még továbbra is egy hónapig itt. Az ülői igen. Hogy igen. Feri meg a vizülői 102. Hogy megsimogatom mindig a kis helyeteket otthon, hogy vár benneteket. De ne nyalogass Balázs foteljét, mint a kasza. Nem fogom, ígérem. Remélem, egy új fotelt kapok, mire az lenne. Mindenki azt nyalogatja. Figyelj, jó ez, szép ez, de azért vannak pillanatok, amikor az ember azért visszakívánkozik, ha jól megszokodva. Ám majd. Se, ne vicc, egy hónap is otthon vagy. Hogy mint a csoda. Sicsúgy. Amar elmegy, ne csinálj helyet. Egy vagy hónap ide vagy oda, érted? Hát most van október közepe, majd november közepén, már minden igaz, akkor majd landolunk itt egyébként. Kis túlzással pont egy hónap. Úgyhogy akkor érkezünk. Hát én nézegetem ezt az időjárást, már mint a Nelspruit időjárást, ezt csak magatoknak mondom, vagy magunknak mondom, mert ugye nyilván ez a hallgatókat kevésbé érinti, de hogy tényleg 19 fokot mondanak a jövő hétre, hogy azért azt kikérem magamnak. Jövő hét szerda szakadó eső 19 fok. Szóval, hogy jó. Én nem jövök többet ide. De most fenyíts be őket, jó? Komolyan mondom, most vagy akarják, hogy jöjjek, mégis akkor csinálnak jó időt, vagy most oda megyek a recepcióra, és megmondom, hogy soha többet nem jövök. Biztos megremegne a térdük egyébként, és sírva zokogva a pultra borulnának, ne tegyem ezt. De elegem van. Tehát napozni jöttem, kicsit D-vitamint szedni magamban, napon dolgozni, nem akarok 13 fokban forgatni. Lehet kapni abba a gyógyszertárba, ahova én szoktam járni. Tudtuk egy jó szoláriumot, mert akkor befekszem, hogy kicsit átmelegedjek. Hát igen. Komolyan. Nem divat szerintem, én nem láttam sehol, még nem nagyon kerestem szoláriumot, de szerintem itt nem üdvözlöm. Talán jobban. Igen. Valószínűleg a napsütéses órák száma picit hosszabb. Itt most igen, és nem mindenkinek van másik oka is. Hát jó, nagyon sok fehér ember lakik azért itt, szóval, igen. Hogy nekik még akár lehetne is, mert hogy tényleg azért nagyon sok angol, meg bevándorló, meg amerikai lakik itt.
De hogy tehát egyszerűen ők gondolom azt gondolják, hogy itt süt a nap, csak biztos a mérszázados rekord dől most meg. Tehát hogy nyilván, majd olvassuk, hogy évezredes hideg dölt meg Nelspruitban és környékén. Szerintem pont az lehet, hogy ezek az emberek rettenetesen örülnek ennek az időnek. Biztos. Tehát, hogy valószínűleg az év hátra levő részében, vagy túlnyomó többségében iszonyatosan meleg van, iszonyatosan szárazság van, mindenki rommásül, elbújnak a nap elől, ha el tudnak. Amikor ilyen idő van, akkor boldogok ők igazán. Igen, biztos hogy vagyok benne. Ez nekik nagyon bejöhet. Végre valaháram boros idő és nyílt melegét. Igen, gondolják magukban. Viszont ami Budapestet illeti, és bocsánat, mindig Budapestet mondok, nekem nyilván ez van beállítva, de Magyarországra értem a dolgot. Gyerekek, gyönyörű szép időben mentek igen? haza. Na, gyönyörű szép időben mentek haza. Egészen hétfőig 20 fok, 22 fok szikrázó napsütés. Most még egyébként ez nem látszik az időjáráson, mert hogy sok helyen szemerkélő eső, meg ilyen kis ködöcske, meg mit tudom én. De szombat, vasárnap, hétfő, amit most jelez, 20-23 fok. Király! Csodálatos idő, mentek majd a gyerekkel. Fotózgatok és küldök nektek képeket a napról, hogy ez milyen. Hogy néz ki? Van-e még egy fénylő csillag az égen? Látni-e mégis, hogy mi történik? De hogy az egész országban úgy néz ki, hogy egyébként jó idő lesz, és mindig tart az indián nyár. Úgyhogy ez menő. Nagyon jó, ez nagyon menő. Jó, hogy legalább az 50-ekről érzik magukat ilyen tekintetben. Így van. Mi se érezzük magukat egyébként rosszan. Ja, és még mielőtt mennénk tovább, azért én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkit. Elsősorban a munkatársaimnak, mert a munkatársaimtól nagyon-nagyon sok törődést és figyelmet kaptam az elmúlt két napban. Ezt nagyon szépen köszönöm személyesen is nektek, és köszönöm szépen azoknak is, akik a Morning Show-nak az oldalának, Ferinek a Facebook oldalán, illetve a Kassa Timinek a Facebook oldalán jobbulást kívántak és nekem. És Bali Instagram oldalán. És a Bali Instagram oldalán, bocsánat, hogy a legfontosabbat a végére hagytam. Jaj, Jani, de buta van. Már mindjárt 10 000 vagy. Nagyon-nagyon jól esik, én ezeket az üzeneteket mindegyiket végigolvastam, mindegyiket megnéztem, nagyon kedves tőletek, és nagyon örülök neki, hogy ennyi ember aggódott értem. Hát igen. Feldobtad a testénket, vagy a napunkat egy kis performanszal, úgyhogy reméljük nem lesz ilyen többet. Na nézzük egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy a kairói reptéren a 6 órát vagy többet vársz, átvisznek egy szállodába. Szoba, svédasztal, egy üveg víz, külön díj nélkül jó utat. Kata, lehet, hogy erre érdemes lenne ráfirtatnotok, hogy hát át tudtok menni. Biztos vagyok benne, hogy úgy lesz, hogy 5 óra 50 percet várunk. Biztos, igen, és nem mentek sehova. Igen. Azt mondja, hogy Feri, ha ma már ne egyél semmit, ha a beöntést el szeretnéd kerülni. Üdv van a... Igen. Szia, Jani. Azt mondja, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, nagyon drukkoltunk, jó, hogy vagy. Ezt Robi küldte nekünk. Aztán itt is esik az eső, és nem akar a nap felkelni, sötétségbe borult Szabolcs megye, ezt Erzsó küldte nekünk. Jari, nagyon örülünk, hogy újra jól vagy, az utóbbi napokban sokat szorítottam, tegnap este jó volt újra látni, ma meg sikerült még veled álmodnom, találkozhattam veled, jó sokat nevettünk, imádnak titeket. Fantasztikus csapat vagytok, Jani, vigyázz most már magadra, Erzsó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Emmy díjat Ferinek. Gyerekek. Nem én voltam, mondtam már. De igen, szóval a hasonlat megdöbbentő, de hát Feri nem... Nekem nincs olyan kék mellényem. Így van. Igen. Így van. A Gyuri nagyon ügyes egyébként. Rákóczi György. Gyuri. Igen. Meggyógyult. Magyar? Azt hittem, hogy ő helyi stártag volt. Nem, ne viccelj, nem. Meggyógyult a Jankó. Erdélyi magyar srác. Meggyógyult a Jankó, jött ez is SMS-ben, és drága Jani, remélem már a fiúkkal együtt köszöntesz minket, puszi Klau, ez még egyébként a beköszink előtt jött 6 óra előtt. Na, azt mondja, hogy mi van most, hogy 2-2. Ajajajajaj. 2-2 az állás. Játszon a pihent. Szerintem is, hát feküdt napokig. Jól érezte magát, állítgatta elektromosan az ágyát, válogatott a menük közül, rákészült, ő jön. Úgyhogy készüljön. Egy záró akkor. Záró akkordként feltelted az ira a pontot olyannyira, hogy 2-2 van, tehát kellene, hogy kifújd az orrukat. Mert jó lenne behúzni a hetet, nincs baj, ha vesztünk, mert jól állunk, de azért szépen tudnánk ezt a hetet zárni, jó? Aki szeretne velünk játszani, nyugodtan készüljön, dobjon SMS-t, hogy jelezze a részvételi szándékát, jó? És igen, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, 12:01, mi pedig jövünk a hírek után. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 6 óra múlt, 49 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ásnál azt mondja, hogy az M0-ás gyál magasságába, az M3-as felé egy kamionból kifolyt az összes motorolaj, egy sáv járható, csak óvatosan menjen mindenki, Rio küldte nekünk.
és az M5-ösön Pest felé az Örkényi pihenő kihajtójánál hatalmas baleset van. Két autó az árokban, mentők még most jöttek. Még ebben a pillanatban mindkét sáv járható, de valószínűleg ez változni fog. Zoli küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Ezek voltak a legfrissebbik. Bekmár, de ami a közlekedést illeti, most meg valakivel, már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Feri, ugye? Hello, igen, Feri vagyok, igen. Na, honnan hívsz minket? Most pont per pillanat megálltunk az autópályán Velencénél, és a legfrissebb időjárás szerint egy kicsit szemerkél az eső, és 17 fok van, 16-17 fok van. Akkor, mintha itt lejtek. Pont! Teljesen, hogy igen, igen, hallgattalak benneteket, igen. Egy az egyben. Igen, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Én járműveket vizsgálok. Ha valakinek valamilyen problémája van vele, vagy balesetben sérült át, akkor ezeket nézem meg, illetve mondok véleményt róluk, hogy mégis mi lehetett velük. Aha, biztosítónak dolgozol? Biztosítónak is, tehát aki éppen kirendel, vagy megbíz minket, tehát végül is igen. Ilyen független szakértő? Igen, 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 igen. Jó, sokszor kimondtam, remélem a játékban nem fogom. Kivel szeretné játszani? A Ferivel. De itt van a friss hús. Itt nem, ember. Én még lábadozok. Ezen gondolkoztam különben, mikor hívtatok, hogy mit mondjak, hogy a leggyengébb láncem, aki éppen felgyógyult, vagy aki kipihente magát inkább, és mondom, egyiket se szeretném, legyen inkább a Feri. De rendes vagy. A Balázs, aki kipihente magát? Vagy ő a leggyengébb láncem? Melyik? Ez döntsétek el magatok között, ez egy diplomatikus szerintem. Jó, az volt tényleg. Az volt, igen. Jó van, figyelj, ha Ferit választottad, legyen Feri, döntötök, jó? Úgyhogy 2-2, jelen pillanatban bármi lehet, akár még az is, hogy behúzod egyébként. Igyekezni a fogok. Az egy szép eredmény lenne. Jól van, Jani. 3-2 van, fire. Feri, meg tudod nekem mondani, hogy milyen színű az a jármű, ami a leggyakrabban karambolozik? A világos szürke. A világos szürke? Szerintem a világos szürke. Mondhatok neked egy jó hírt? Akarsz, gondolom. Szeretnék. Sok járművel volt már gondom, akinek problémája volt az autójával, de az Alfához eddig még kimaradt a listámból. Tehát mert megbízható, ugye? Azt lehet rámondani. Azt lehet rámondani valóban. Viszont a kollégádnak, amilyen járműben van, olyanhoz már az angolok azok rosszak, ugye? Hát az angolok azért azokra sem mondanám annyira, hogy rosszak. Németekre sem mondanám, de az olaszokat kedvelem. Helyes, nagyon jó, én is kedvelem őket. Velencére rárátszató? Hey. Palacsinta? Palacsinta, hát ezt jól már sose tudjuk meg. Sosem tudjuk meg, milyen palacsinta lett volna. Mm-hmm. Nem, mert hogy lejárt az egy perc. Nagymamámnak a receptje a kelt palacsinta, tőle tanultam, és az egyik kedvenc édességem. Erről szerettem volna még pásztor beszélni. Gyerekek, jó. Egy jó palacsinta. Az, de jó lenne. Zsül bal csuklóját adnám érte. Így van, Zsülből egyre kevesebb marad már gyakorlatilag. A szájatokból. Már nagyon hiányoznak az otthoni ízek. Figyelj, megvan az ajándékcsomag. Nagyon is eljátszottál, Feri is küzdött, de mind a ketten hárítottatok, visszatámadtatok, szúrtatok, megsebeztétek a másikat, de végül is lejárt az egy perc, úgyhogy megvan az ajándékcsomagod. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Na, ügyes voltál tényleg. Jó, küldjük neked, szerintem két héten belül. Köszi a játékot, csáó. Hello, Feri. Még jó pihenést, amíg kint vagytok, a Ferinek meg jó utat hazafelé. Hát, köszönöm. Hát a fiúk sokat pihennek, igen, tényleg, így, a 6-tól este 11-ig van meló. Értem én a humort, azért nem szeretem. És hallottál már különben a kelt palacsintáról, Feri? Nem még, azért mondtam, hogy küldd át a receptet, kíváncsi, hogy kell estik a palacsintát. Na, át fogom küldeni, és akkor a Balázsékat várhatod majd ezzel, hogyha megjönnek.
Ha várja jó, őket átküldöm. A nap, nem én. Várja őket, jó, utána, várja ami... Jó, oké, okay, köszönöm játékot. Szépen. Én is köszönöm. Ciao. Szevasz. Hello. M1-esen a 111-es kilométernél Pest felé autózárokban két mentő a helyszínen, és az M0-as 32-es kilométerénél az M3-as felé azt mondja, hogy 4-es román személyautó karambol kamion a balhé előtt, úgyhogy ott is valószínű, hogy baleset van. 5 perc van pontosan, 7 óra, jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en a távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Mindenkinek jó reggelt! Itt vagyunk, hárman vagyunk, és van egy kis szárított mangó itt lent az étteremben. Gyerekek, ez fantasztikus. Ez nagyon finom, nagyon jó. Én minden függőlettem. Tessék? Én is függőlettem. Ugye, hogy jó? Igen, csak Jani fölhordja a szobájába, hogy legyen későbbre is. Egy kis tartalékos. És 3-4 kilót egyszerre. Úgy néznek ránk konkrétan, hogy persze jól mond a szobaszámot, hogy 8-10-szer megyünk le 6-10-ig reggelizni, tehát nem. Már el se kérnek semmit, és mindig ilyen tányérokkal jövünk fel. A lehető legprolibb ilyen magyar szokás, tudod, amikor elmegy a család valahova nyaralni, és mondjuk nincs is gyerek a családban, mert akkor még megérted, hogy valaki valamit fölvisz a szobába, csak mondjuk a mama egy olyan 130 kiló megebédelt, és fél, hogy a következő 4 órát ezt éjjelhalással tölti majd, és ezért egy ilyen megrakott tányért a svédasztalról megpróbál fölcsempészni a szobába. Megvan ez a kép? Már evett lent is. Evett lent is, azért. Igen, és akkor jobb helyeken visszafordítják, hogy hölgyem, ne haruljon, nem lehet tányért. De hát ne, csak 2 croissant, 1 kiló narancs, 3 banán, meg egy fél csirkepörkölt, hogy szeretnék fölvinni a szobába, hiszen 2 óra van, és csak 6-kor van vacsora. Megvan Magyarországon ez a kép? Snacket szolgálunk fel 3-tól 5-ig. De hölgyem, van büfé, meg hát egyébként is, szóval nem nagyon illik az étteremből kivenni. Na most mi ilyenek vagyunk? Ez a klasszik, megrakott tányérokkal jövünk, és tudod, minden turista, minden... Jézus Isten. Aha, akkor ezért mutogattál állandóan rám. Persze, megkérdezték, hogy van egy gyerek. Csak segítek neki. Mert azt gondolom, hogy ahol gyerek van... A bébi. Ahol gyerek van, az érthető, mert ugye tudja, aki gyereket, vagy a gyerek nem mindig akkor eszik, amikor ugye te ennél, vagy te eszel egy szállodában, vagy valahol, hanem egy óra múlva rájöjj, hogy ő most éhes. Szerintem a gyerekesek viszik föl, az oké. De ha látod, hogy nincs gyerek, csak mama kicsit túlvezérelve, a 70-es bicepszével viszi föl a 8 kiló croissant. Biztos engedjen, hogy éhen halljon. És a 3 lekváros fánkot nehogy éhen halljon a következő 4 órában. Na pontosan ugyanígy viselkedünk mi is. Ilyen megrakott tányérokkal egyensúlyozunk ki, ugye, hogy tudjunk reggelizni, és ilyen már a döbbenet sincs az arcukon. Hát a két heti készletet, amit itt összegyűlt tányérból, azt hazaviszem ma. Annyi mindent hordtunk már föl. Minden. Visszavisszük őket, vagy valaki leviszi? Kirakjuk az ajtót, és nagyon helyesen, én mindig összeszedem. Belelépnek. Igen. Na, úgyhogy igen, hát ez történik. Viszont kezd kisütni itt is a nap, és ahogy mondtuk, Magyarországon is egészen jó idő lesz hétvégén. Na, nem mondta ki a nem szót, itt többen elküldtétek, nem semet mondott, visszahallgattuk. Úgyhogy nem volt tiltott szó. Jár a pont. Kettő. Így van, Anna meghallgatta. Mi is úgy hallottuk, vagy úgy gondoltuk, de nem, sem volt az. Többször meghallgattuk, úgyhogy abszolút jár a pont. A legnagyobb szívfájdalmunk ellenére se tudjuk elvenni. Igen, akárhogy is, mert mindent megkerestünk, próbáltuk meghamisítani, belenyúlni, a sem ennek az elejét levágni, de nem tudtuk. Nincsenek eszközeink, még tisztességtelenek sem. Így sajnos, tudjátok, pedig bármit bevettünk, hogy miénk legyen a pont, de... Ezt most meg kellett adni, úgyhogy igen. Afrika-Magyarország 1-1. Afrika-Magyarország 1-1. A múlt hét a miénk volt, ez most pedig az otthoniaké. Szörnyű ez nekünk, hogy idegenben kell játszanunk, illetve a saját hazánk ellen játszunk, de hát mi most Dél-Afrika színeit képviseljük. Nyíregyháza irányába Gyáli kihajtónál baleset miatt áll a 0-ás. Laci küldte nekünk. Aztán Kacsó-Pongrácnál befelé baleset, szépen alakul a dugó, szép napot üzeni Marci. M3-as Szerencs utca két autó ütközött, a belső sávot teljesen elzárják. Hatalmas a dugó, 24 órás futár, Pisti. Te jó Isten, mi lesz ott, ha mindenki az M3-as felől akar bejutni? Aki tud, kerüljön, nem lehet bejutni az M3-as felől, mert a Szerencs utcánál baleset van. Budapest irányában az M3-ason szintén a 172-es kilométernél útfelbontás. Mindenki figyeljen, mert eszetlenül táblázták ki.
Szia Balázs, hello Jani, imádkozzatok Feriért, hogy épségben hazaérjen, és köszönj el tőle, a NAV legyen veled, és, a te tested, és a te testedben. És a te testedben. Igen. És a te testedben, igen. Trafi az M3-ason a 205-ös kilométernél Pest felé, jó a műsor, csak így tovább. Frici, küldte nekünk, Frici drága vagy, köszönjük szépen. Budakeszi teljesen beállt, péntek van, Ollé üzente nekünk István, ott pénteken valószínű, hogy többen mennek Pest felé, vagy éppen jönnek, nem tudom biztos. M7-es 156-as kilométernél Pest felé fotók készülnek, szép napot Keke, és igen, tulajdonképpen ezek a legfrissebbek. Jó reggelt Balázs, ne feledd, a kairói járatot a NAV teljes készültséggel várja. Szombat, Feri Tröngerre. Na, köszi. Nincs benne több srácok, higgyétek el, meg lesz így, és aminek meg kell lenni. Figyelj, tudod, mit mondok én? Tudod, mit mondok én? Irány a piros folyosó. Ne, egyből. Ne hagyd azt a fajta megaláztatást, hogy ott minden Kairó-Budapesti járat résztvevő ember számára ott ez a megaláztatás érjen téged. Azonnal. Fejbólítás, itt vagyok. Ennyi. Föl a bőrét. Mi lesz, ha kivesztek a sorból? Az nem tudni fogják, szikét. Hogy miattunk vettek ki. Tehát az úgy ciki. Jó, de azért óvatosan, tehát hogyha bárki rád bólint, akkor nem menj utána, és told el rögtön a nadrágot, lehet, hogy csak megismert. Mutatom. Lehet, hogy csak köszönt. És picit félreérteni. Utána menni, és hirtelen megfordulni, és elnézést, csak felismertem a... Csinálja, inkább csinálja. Csináld! Hagyjuk a rizsát! Könnyékig! Igen, úgyhogy erre készülj el. De még beszélek ma Schuller Attilával. Beszélj nyugodtan, csak azt nem tudjátok, hogy amikor ti hazajöttök másfél hónap után, mit fogtok átélni? Hogy? Ja, te valami, is hát ezek után? Ha engem most kivesztek a sorból, akkor olyat kaptok. De olyat kaptok. Nézd, ha az ember jogkövető magatartást tanúsít, nem veszik ki a sorból. Aha, láttuk, hogy mi van a szobádban, láttuk, hogy mennyit vásároltál. A feleséget cuccait fogom vinni, azért fognak kiszedni a sorból, ő vásárol. Meghaladja a 450 eurót. Ennyi. Meg. Egyszerűen meg. Most még röhögsz. Üdv, NAV. Ja, gyerekek, írják nekünk többen. Holnap munkanap? Holnap dolgozzátok le, vagy dolgozzák le sokan. Uh-huh. Ugye az október 23-át, a jövő csütörtököt. Nem, a csütör a pénteket. A pénteket, igen, mert hogy az ugye eleve ünnep, a jövő pénteket, és holnap munkanap? Uh-huh. Ilyenkor mindig van bennem egy kis kéjes borzom. Neked is munkanap. Itt az igaz. Neked most minden nap munkanap. Az igaz. De azért az úgy jól esik, hogy legalább reggel nem kell jönni. Jövő héten pedig ilyenkor 4 nap szünet. Hétfőket szerve. Meló, igen, csütörtök. Csütörtök péntek, hosszú hétvége, ugye az egész ország. Nyomjátok végig? Nem, ott leállásunk van. Ó, hát a szabadság, nézd már meg a jövő heti időjárás zsűr. Remélem, hogy szakad az eső 4 napon keresztül. Csak mondom, hogy jövő hét szerda 13 fokot írnak. Ez az. Szerda. A NAV miatt kapjátok. Szerda 19 fok szakadó eső. Ő, neked 24-et írt. Aha. Mondjuk az is eltérő, azért eléggé. Ja. És esik nálad is, Zsül, vagy ott nem? Nem, nálad nem, jó van. Na gyerekek, mivel kezdjük? Mondd, mi van. Tessék? Mondd, mi van. Nostradamusról beszélünk egy mondatot? Hogy ne beszélnénk, hát a legjobb. A rohadt élet. Na, meséljetek, én nem is holtam. Új, de aljas vagy, tudtam. Te tudtad, hogy ez kamu? Persze, mi? Melyik részem? Na, miért, mi volt? Figyelj, mert hallod, de tényleg nem voltam most itt 2 napig. Meséljetek, mi történt. Mi ez a Nostradamus a sztori, amiről mindenki beszél, újjal mutogat rátok és röhög. Te rohadék. Nem, egyébként nincs ez. Na. Így. Finoman benyaltunk egy cikket, és csodáltuk Nostradamus fél órán keresztül, hogy úristen, és hogy Jézusom, és hogy ő mekkora, mert hogy még Petőfit is megjósolta egyébként, és... Hát az volt a pontos, tehát az volt a legkonkrétabb idézet, a Bazsi abba kapaszkodott, én mentem vele gyönyörűen, mert a Petőfiről érted úgy írt, hogy ott nincs, mert elmondtuk azt, hogy a Nostradamus jóslatokban az az izgalmas, hogy amit leírt, azt azért lehet fordigatni erre. Uh-huh. Arra, de hogyha úgy csinálod, akkor természetesen ráillik a kor eseményeire. És hogy Petőfinél nincs ilyen, mert az olyan, az ott még Barguzint is megírta, érted? Ott minden benne volt. Na, ez a kamu. Aha, ja, értem. És még mit jósolt meg? 310 forintos eurót? Minden megmondott kézzel, de hogy elmondta a svájci frank hiteleket, a végtörlesztést, tehát hogy rengeteg mindent. Na, kidőtt, ezt mi nagyon benyaltuk, igazából, mert hogy ugye tulajdonképpen mi Nostradamusról beszéltünk, és arról, hogy mekkora zseni volt.
És hogy tényleg Petőfit is megjósolta, sőt, mi több, hát beolvastuk, hogy alacsony sorból jött ifjú legény, kinek Isten nem sok évet enged, és hát el voltunk küldve, mert a vége az úgy szól, vándorol sokat és gyorsan él, egész világra szól minden sora, csontjait őrzi délen csatatér, nyugvó helyét nem leli soha. És itt leborultunk, hogy úristen, mekkora... Hogy kitalálta? Ez a Nostradamus, a kutyafáj, mekkora király volt. Igen. Na, aztán hát kiderült, hogy ez egy totális tévedés. De az elején nem. De mi higgyük abba, hogy ez most Nostradamus. Nem volt tévedés, ez a rész már igen. Igen, mert hogy a fenti sorok szerzője egyébként Szent Mihály Szabó Péter, és semmi köze Nostradamushoz, de még csak egyébként... Anyajágon semmi? Névben sem. De hogy se a középkorhoz, se Petőfihez a 19. századból, senki. Ez tulajdonképpen hát egy kortárs fordító, aki ezt így szépen papírra vetette, és hát még Zrínyi Miklósról is beszéltünk, hogy a szigetvári hős is megrendelt egy jóslatot egyébként Nostradamustól, és ott is elképedve olvastuk, hogy milyen profi. Hát hogy megmondta, hogy három hónap se? Az se. Irány. Mit nem még? Aha. Na. Tehát mit nem még? Alakul a sztori. Tehát igazából igen. Tehát nem dolgoztatott, ahogy a cikk is írja, magyar bérmunkára, ugye Zrínyinek, és nincsenek magyar Nostradamus jóslatok. Aha. Semmi? Egy rohadt sort nem írt rólunk, hogy a Kárpátokra lecsap a nagy sas, semmi, tehát semmi. Egy fél mondatot nem írt egy a magyarokra. Nem volt. Igen. Úgyhogy, hát gondolom, mindenki álmatlanul hánykolódott emiatt. Biztos vagyok benne. Hogy most mennyire király ez a Nostradamus, és hihetetlen dolgokat mondott meg, de nem mondott semmit, úgyhogy nem is kedvelem már annyira. Ott van. Egy épít. Na azért... Már legalább az illusztráció nem vagyok rajta. Egyébként úgy vágták ki a kis ármú képét, hogy te lemaradtál. De csak pontosabban belőle Nostradamus csináltak. Na gyerekek, mindegy így alakult. Sose volt még ilyen a világtörténelemben. Igen, ne higgyetek el minden. Nem szeretem már Nostradamus, nem is fogom olvasni jóslatait. Fúj, csúnyan Nostradamus. De miért nem mondtad meg Petőfit? Na, viszont ugye arról is beszéltünk tegnap, hogy Pataki Attila... Ez engem lázban tart ez a dolog, elmondta, hogy találkozott egy celebbel, ezt nem tudom, olvastad-e, Jani, és kiderült, illetve pontosabban szent meggyőződése, hogy az a celeb, akivel ő találkozott, ez egy földön kívüli. És ő nem akarja megnevezni az illetőt, de érezte a kisugárzásán, hogy ő egy földön kívüli. És azt próbáltuk kitalálni Ferivel, hogy vajon kire gondolhatott. Mert Attila nem mondta el. És nem akarja elmondani, de azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt találkozott egy erős kisugárzású valakivel, aki földön kívül. Aki celebritás. Aki egy ismert ember. Híresség. Igen. Na most azt kilőttük, hogy mi ketten nem vagyunk azok, mert mi nem találkoztunk 2 évvel ezelőtt a Patakival. Uh-huh. Te találkoztál-e a Pataki Attilával 2 évvel ezelőtt? Nem, mert biztos, hogy összeverekedtünk volna. annyit cinkeltük már. Nem hiszem egyébként. Hát, hogy... Tehát te se. Nem, én nem lehettem, meg én nagyon hasonlítok az Attilára, így fizimiskára. Talán egy picit alacsonyabb vagyok, sőt nem talán, hanem biztos. De egyébként ugyanaz a golyófej, gyakorlatilag hasonló fizimiskájúak vagyunk. És ugyanolyan jól énekeltek. Szó. Ő talán ebben jobb egy kicsit. Nagyon sok tipp érkezett, meg mi is nagyon sokat gondolkodtunk. Én Smukkandorra szavazok. Smukkandor? Igen, sőt, abban az van, hogy ő benne 2 is elfér. Igen, tegnap ugye beszélgettünk róla, hogy szerintünk ki lehet. És valahogy megint Andorhoz jutottunk el. Aha. Hogy ő gyanús. Többen viselkednek gyanúsan, azért ezt mondjuk meg. És a fejében vagy a testében van az irányító központ. Hát ezt nem tudjuk igazából. Hogy mi van, ha egyrészt egy van benne, mi van, ha 2 van benne? Mi van, ha egy egész város van? Mi van, ha a földön kívüliek nagyon picik, és egyébként tényleg egy egész kolónia él benne? És irányítják a fejét, irányítják a mozdulatait, irányítják a testét. Hogy hívják egyébként a naprendszert, amiben az ő bolygója mozog? A nyugger? Mert hogy ő mindig a nyugdíjasok körül forog, hogyha meg egy észrevetétek. Igen, ő nagyon szereti. A nyugger naprendszer. Nagyon szereti a nyugdíjasokat. De hogy átvettünk mi is egy-két szerepet, és arra gondoltunk, hogy Smukkandor lett. Nem lehet más. Gyerekek, teljesen egyet, külső jegyek alapján, fizikum alapján, megszólalások alapján, ez csak és kizárólag, ez Smukkandor lett. Geronazzo Mária? Geronazzo Máriára nem is gondoltunk egyet. Nem rossz. Nem is gondoltunk. Igen. Na. Karda Beáta? Á, Deus nem, szerintem. Hát,
Ő inkább egy kibernetikus organizmus. Egy élő szövet a belső fémvázon. Egy mimetikus polialoid. Igen, egy beta verzió. Őt futtatják valahol, igen, és folyamatosan számokat lát a szem előtt. Na, de hogy arra gondoltunk, hogy megkérdezzük Schmuck Andort erről. Nagyon kedveljük, ő is kedvel minket, de leplezze le magát. Há, vagy kedvelt. Vagy kedvelt, igen. Leplezze le magát, ha az. Jó? Tehát mondja el, hogy gyerekek, tényleg az vagyok, és jöjjön elő a farmával, mert Pataki Attila mondatai engem nem hagynak nyugodni. Gyerekek, köztünk vannak. Attila szent meggyőződése, hogy valaki az. Mi van, ha most segítünk neki, és ezért elkapjuk? Legalább egyet kipipálhatunk. Szerintem tök jó. Nem? Tök jó. Így van. És az is nagy kérdés, hogy hol van az igazi Schmuck Andor a Schmuck Andor bőrből. Tehát hát hova tették? Hogy volt-e valaha egyáltalán? Tehát lehet, hogy Schmuck Andor valódi én egy felpeckelt szájjal egy űrhajóban van valahol, nem tudom, a Kaszpi-tenger mélyén, és közben már itt egy hamis Schmuck Andor mozog? Simán lehet egyébként. És nagyon fura műszerek járnak ki be a testébe. Mi az a kérdés, amivel ki tudjuk deríteni, hogy ő akkor most UFO, Nauta, ugye, hogy pontosak legyen. Te vagy az Andor. Pont ez kérdőjelű. Te vagy az Andor. UFO Nauta vagy a Schmuck Andor maga. Te vagy az Andor, vagy UFO. Mennünk kell, jön a reklám, UFO vagy nem vagy az. UFO vagy Andor, vagy nem vagy az. Na mindjárt megkérdezzük. Schmuck Andor itt van velünk, jó reggelt kívánunk. Hello. Jó reggel. Hello. Az én bolygómon mondják sazbat. Adjátok vissza Andort. Adjátok vissza, bárkik is vagytok. Gyere ki belőle. Andor, ha ott vagy. Vagy én inkább nem UFO lennék, hanem pufók, de igazából UFO is tudok lenni. Ezen nem múlik. Olvasod a Patakinak ezt a kis írományát, illetve interjúját, hogy ő azt mondta, hogy... Találkoztam Pataki Attilával, be kell vallanom, és hát, hogyha rám gondolt, akkor eltalálta. Hányan vagytok, vagy hányan vannak benned? Mert arra is gondoltunk, hogy amikor én a földre jöttem, akkor anorexiás voltam, de kigyógyultam belőle. És igazából azóta folyamatosan dolgozom ezen az ügyön. Nagyon érdekes látni ezt a világot. Az én bolygómon nincsenek emberek, csak gyümölcsök és virágok, és ezek háborúznak egymással. Ez a földön nem fordulhat elő. Tehát ahonnan jöttél, ott gyümölcsök és virágok háborúznak. Igen, narancsok, szegfükkel, ilyesmi, de itt ez nincs. De jó, viszont annyira gusztusos kis gazdatestet találtál magadnak, hogy le a kalappa. Figyelj, hát nem volt egyszerű. Először megpróbáltam belebújni a Paudics Bélába, az nem sikerült. Így maradt. És akkor mondtad, hogy ott van Andor, akkor belebújok. Jó, hol van az igazi Andor? Tehát egy űrhajón felpeckelt szájjal mélyaltatásban tartjátok, lent a Kaszpi-tenger mélyén, valahol a Tanganyika tó környékén. Hol keressük? Nem. Dél-Afrikában. Valahol itt a környéken? Igen, egy tábor aljába ástuk, tehát. És mik a célok? Tehát az emberiség felett a hatalom átvétele, a velünk való barátság megkötése, a megülése. Mi a terved a nyugdíjasokkal? Ezt mondd meg! Idegen létforma! Mit akarsz? Nézzétek, hát egyrészt föl kell fedeznem, ugye az egyik legfontosabb küldetés, hogy kik vannak még, akik máshonnan jöttek. Ugye Pataki Attila olyan szempontból leleplezett minket, hogy azt mondta, hogy hosszasan és tagoltan beszélnek az UFO-k. Nekem rögtön lett is egy tippem, ugye nem kell mondanom, illetve lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gázáremelés. Ez nekem gyanús. Aztán ugye azt mondta, hogy alakváltók is vannak, és hát ugye van olyan, aki már leleplezte magát, mert azt mondta, hogy nem kicsit, hanem nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel föl kell venni a kapcsolatot. Nem, komolyan mondom, nagyon kíváncsi. Az a baj, hogy a Pataki nekünk már nem nyilatkozik, de tényleg szeretném tudni, hogy ha te az vagy, akkor rajtad kívül még ki az. Tehát, hogy egyszerűen, hogy kire gondolhatod? Kire gondolhatod? Mert ugye nekünk vagy, a mi tippünk vagy te. De hogy ő tulajdonképpen azért szent meggyőződésében kire gondolhatod még rajtad kívül? Kik azok, akikre szintén oda kell figyelni rajtad kívül? Te nézd, én azt gondolom, hogy sokan vagyunk, de még nem elegen. Ez megőrül. Ennyire megviselt a múlt hétvége. Na jó van. Azt tudom mondani, hogy és egyébként a tapasztalatot gyűjtjük, én ezért találkozom nagyon sok szép korúval, mert hogy azért mégiscsak ők tudják igazán, hogy mit jelent a boldogság. Jó, figyelj ide. Ha az igazi Andorban adjátok vissza, jó? Mi egyébként békés szándékkal fogadunk benneteket, abszolút.
Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy meg kell bennünket támadni, ne bántsatok. Ne egyél meg mindent a földön. és látod, hogy milyen lett a gazdatest, ne egyél össze-vissza. Tehát itt a földön vannak azért fizikai törvények, karban kell tartani a testet, ha mindent megeszel, te idegen lény, akkor látod, hogy mi lesz a gazdateste. Tehát tessék odafigyelni. Jó? Mindenféleképpen ezért is a bolygóról, ahonnan jöttem, ott van magamban a Norbit is. Igen. Lehet, hogy olyan másik egyébként. A Schobert család. Szintén. Igen, egyébként, de lehet. Gyanúsak ők is. Vigyázz magadra, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatok, hogy örülök, hogy meggyógyultatok. Ciao. Ciao, hello. Nanu. A gyerekek. Őt nagyon bírom. Szegény. Nem normális. Na, tehát akkor hárma már megvannak. Tessék? A Smukka, Schobert. Igen, hát a két Schobert. Ja. Norbi és Réka. Norbi, Réka és az Andor, ők így hárman? Uh-huh, ők így hárman. És hát félig meddig a Pataki, nem? Hát, szerintem ő nem. Ő nem, ő csak tisztánlátó. Ja, ő az, aki felfedezi őket? Persze. De lehet, hogy a Patakinak viszont ez a taktikája, hogy az összes többit lebuktatja, és akkor ő tud maradni. Aha. Ha? Féltékeny. Arnold. Arnold is sikereire. Igen. Na jó van. Jaj, gyerekek. Hát mi lesz így velünk? Óvemácsira, Berulinére lehet jelentkezni. Jó? Én szerintem azt már mindenki elképzelte egyszer, csak még egy fél mondat, hogy mi a fene van, ha egyszer te találkozol velük? Nem? Vagy ezen csak én gondolkozom? Már... Szerintem csak te. Hát figyelj, ha... Hogy mentél egy sötét országúton... De akkor ők is találkoznak veled. Igen, jó, értem, de hogy mondjuk nincs ott mellettem senki. Mész egy sötét országúton, egyszer csak megjelenik. Összetojnád magad? Hát össze. Hát attól függ, hogy néz ki. Ha úgy, mint Smukka Andor, akkor nem. Egy kicsi gülűszemű lény megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábat... Pajzsmirigyes? Igen, egy erősen pajzsmirigyes lény megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábon keresztül mondjuk téged felemelnek. Hát szerintem összetoljod magad, nem? Hát ha felemel a fénynyalában, akkor igen. De egészen addig akkor nem. Akkor ne legyen gülüsszem, akkor is összefosom magad. Mit csinálnál? Elővennéd a telefonodat reflexzerűen, és elkezdenéd fotózni? Az Instagramra föltesszük, várjál, fölte maradjál. Ha szelfizek egyre, fölrakom az Instagramra. Elővenném a Pajzs 2000-et, meg a Victorinoxot. Fölte mondjuk te a Gáspridet vennéd elő, és hogy azért ezzel nem szoktatok így eljátszani, ezzel a gondolatot? Nyilván nem az, hogy konkrétan találkozol, de hogy mondjuk valahol repülőn, amikor ülsz, akkor oda belebeg melléd egy ilyen kis csésza. Hát mekkora bizonyíték lenne? Akkor azért már azért hinnétek bennem? Nem, téged bezárnának, ha ezzel a sztorival jönnél. Valószínű, hogy egyébként elő se jönnék vele. Tehát ha megtörténne az elrablásom, nem merném elmondani. Mert azt, nem, ti is azt hinnétek, hogy megőrültem, igen, nem? De bejönnék egy reggel, és elmondanám, hogy gyerekek elraboltak, mi lenne velem? A Pataki sorsára jutnék? Valószínű, hát, ugye? Te lehet, hogy egy picit bölcsebb lennél, és nem beszélnél róla. Hogy de ilyet magadba tudsz tartani? Vagy mit tudom, két óránként pókokat szülsz a WC-n. Azt így is. Akkor már megvolt az elrablás. Szörnyű dolgokat eszem itt össze-vissza, úgyhogy nagyon szörnyű dolgok innen. Azt az ember el sem mesél. Nem, hát nagyon, nem mondod el. Senki nem vesz komolyan. Én örülnék neki. Ha bókokat szülnél. Nem. Ha hülyet csinálnék magamból is elmondanám. Persze, hogy örülnék neki. Mindenki rajta rögni. Imádnám. Nem. Én azért örülnék neki, mert ez lenne maga a bizonyíték. De nem hinnéd el. Hogyha nem hinném el. Nem érted, most valaki mesél egy ilyet, nem hiszed el. Én reggel bejövök és elmondom, hogy a Szerémi úton elrabolt egy UFO, de szerintem te fölhívnád anyámat, hogy végkimerültségben szenvedek, és vigyene, nem? És győzködnélek, hogy Jani, értsd meg, elhinnéd? Mert én rohadtul nem hinném el nektek. És azt mondanám, hogy gyerekek, könyörgöm, higgyetek, tényleg elrabolt egy UFO. Hallod ezt a mondatot? A Szerémi út és a Karolina út kereszteződésénél elrabolt egy UFO. Érted ezt a mondatot? Az befele az Egér úton átrepült. Már maga a mondat olyan, amit nem tudsz úgy elmondani, hogy valaki elhiggye. Hm. És mutogatnál a fényképeit, érted? Tessék, itt van, de lefotóztam. És ilyen fényalábok lenne. Jó, persze, nyilván hagyjad már. Valójában nem is ember, nem is humanoid a fia, Juli néni. Egy homár. Nem úgy. Valójában egy rohadt nagy rák. De tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a saját agyi korlátaid miatt mondanád rám, hogy én hülye vagyok, mert te ebben nem hiszel. Na kicsit... megint ki a Primko én. Hát annyira jó, hogy mindig erre futunk ki. Valahogy mindig én vagyok a pronyó. De most tényleg nézzük, mit csinálunk. Hát a Patakiról is azt gondoljuk, hogy valami történt vele. Közben csak olyat mond, ami nem megszokott, vagyis eltér a normálistól. Közben csak szorványosan utal az Artisius, és ebbe örült be.
Közben egyébként csak valami olyat mond, ami eltér a normálistól, és a mi határainkat meghaladva mond valami olyat, ami fizikai valóságban mondjuk pont nem fér bele. Miért a Pataki? Azt nem tudom, hogy miért a Pataki. Kicsit irigy vagyok. Tessék, a Feri bejönne, és elmondaná, igen? Hogy gyerekek, a Békés Csabai kolbász fesztiválon. Ott nincs ufó. Oda nem mernek jönni. Nem bírják a pálinkát. Hajnali háromkor az árok szélén megjelent egy fénynyaláb. Na, hát ez jó. Be akar cippantani, de megijedtem és elszaladtam. Az élete végéig hallgatná ezt tőlünk úgy, hogy egyébként lehet, hogy igazat mond. Az árpa táblába üldöztek 3,5 kilométeren keresztül, de nem értek utána, mert levágtam kígyós felé. Ismerek minden tegletet. Igen, minden göröngyöt ismerek. Tehát gyerekek, bárki, hát, aki találkozik földőkívüljével, ölök életedre, kirekesztettség a jutalmad. Ha hülyének néznek, megpecsételnek. És neked mi lenne az a bizonyíték, amire azt mondanád, hogy a Jani vagy én elmeséljük a sztorinkat, és valamit adunk. Tehát az mi? Mi az, amire azt mondod? Hogyha nem gondolnálak benneteket azonnal hülyének, tehát elhinném mondjuk? Igen. Mitől hinnéd el? Mi az a bizonyíték, ami miatt elhinnéd? Na. Én hinnék nektek. Nyilván. Tényleg hinnél? Tessék? Tényleg hinnél? Nem tudom, ha bejön és azt mondnád, hogy éjszaka ott állt egy gülüszemű az ágyadnál? Na, tessék. Ezt elhinnéd? Nem hinnéd el, nyilván. Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy szerintem álmodtad. Jó, hogy mitől hinnéd el? Mi a bizonyíték a számodra? Hát a leírása, hogy mondanád. Mi egy ilyen műtét heg a tarkómon, ami mögött ott van egy, mit tudom én, egy ilyen csíp, vagy ilyesmi? Vagy egy kapszula? Nem, ha mondjuk megváltoznál, és jó cuccokba járnál. És azt mondanád, hogy valamit átrakott bennem, átállított bennem valamit, és elkezdeni nagyon durván öltözködni, és azt hiszem, na most látod, hiszek neked. Mert ilyet magadtól sose csinálnál. Ez a Jani, nem az a Jani. Adjátok vissza a Janit. Nem tudom, hogy mit vagyunk. De akkor nem mered elmondani? Nem mondhatnád el senkinek? Nem, szerintem nem. De a félvilág, nem a félvilág, a világ 95%-a néz hülyének, az 5%, aki hisz ebben a sztoriban, és az UFO-k kutatásával foglalkozik, az meg azt mondja, hogy ó, végre, megint van közülünk valaki. Volt már olyan sztoritok, amit nem hittek el? Tehát, hogy így elmesélted nekik, és azt mondták, hogy na jó, van szórakozzá az a valaki. Hogy szerény vagyok. Olyan viszonyban áll veled? Azt sose hiszik el. Jó, nem. De nem is adod a jelét. Ne, hát én szoktam néha. Ilyen földön kívül is, hogy hasonló, az nyilván de nem. Bár, tehát, hogy oda ment, és azt mondta, hogy gyerekek, nem fogjátok elhinni, hogy mi történt vele. És tényleg? És előadtad, és marhára nem hittek, hogy persze, jó, aha, igen, ja, na jó, jobbra el, amíg még finom vagyok. Nem volt ilyen? Nem. De én valószínűleg akkor is elmesélném, én kiállnék a nagy nyilvánosság elé. Bár nem. Azért, amikor ott ülsz a Hajdú Péternél a frizbibe, és mesélsz arról, hogy gülüszemű állt az ágyadnál, azért ott a vége ennek, nem? Szóval, hogy így igen, őszintén. Jó, de az már végső elkeseredés. Olyan menni abban a műsorban? Bemenni. Hadd mondjam el. Igen. Na jó, mindegy, szerintem érdekes. Önmagában nyilván humorizálunk, de maga az, hogyha egyszer találkozol, ki tudsz-e állni a nyilvánosság elé, vagy életed végéig hülyének néznek, azért ez egy nagy dilemma. Nagy bélyeg lenne. Tessék? Nagy bélyeg lenne. Rajtad. Na de miért? Mert az emberi agynak megvannak a korlátai, vagy a mi gondolkodásunknak, és valaki valami olyat mond, amiben mi nem hiszünk, egyből megpecsételjük, hogy hülye. Igen, mert tehát önmagában agyad... azért ez egy buta gondolkodás, ha belegondolsz. Én nem hiszem el, én hitetlen vagyok, de téged nézlek hülyének. Tehát én úgy reagálok rá, hogy lehülyézlek. Milyen primitív gondolkodás ez? Nem hülyéznénk le, hát így aranyosan néznénk rá, hogy jó, vagy semmi gond. Mert hogy én ragaszkodom a saját valóságomhoz is. Mi a legegyszerűbb? Azt mondani, hogy te nem vagy normális. Nem? Na ide hozz egy bizonyítékot, és akkor azt mondjuk, hogy normális vagy, és láttál UFO-t. Csak ilyen nincs, senki kezében. Van egy csomó az interneten. Hát most annak nyilván a fele hamisítvány. Olyan, mint a Nostradamus jóslat a Magyarországról. Ez is igaz, a Nostradamus, a Petőfivel, öcsém, hallod, ez a csalló. Nagyon karaj volt. Na, figyelj, mindegy. És milyen lett egyébként az Edda tagoknak? Attila jön, mindig hetente, két hetente előne jön egy ilyen sztorival. Én erre egy szót tudnék mondani, nehéz. Uh-huh. Nagyon igaz? Nehéz. Hát most gondolod, de te jönnél itt hetente, én szerintem azt mondanám, hogy ne csináljunk több műsort együtt. Te bejönnéd és elmondanád. Na most gondold el. Gyerekek, ott vagytok egy koncerten, belőtted a hatalmas tomboló tömeg, imádnak, és akkor belekezd például az egyik dalszöveg, és azt énekli, hogy nálad nem volt jobb se rosszabb, de érte jött egy nap a fény, és ilyenkor hátra néz. Értitek, srácok. Sokat mondóan az alapira, és kacsint egyet. Azért.
azért ott könnyű mellé nyúlni, nem? Szóloznék, de hittél lesütném a szemem. Igen. Na de érted, hogy az emberi gondolkodás közben milyen korlátolt? Tehát mondd valamit, amiben nem hiszek, és azt gondolom, hogy hülye. Most legyen szó UFO-król, bármi másról. Mit csinálok? Megbélyegzem. Tehát, hogy egyébként milyen rosszul gondolkodunk. Érted? És azt feltételezzük, hogy nyilván megőrült. Én irigylem. Nyilván megőrült, mert a mi komfortzónánkon kívül állít valamit, ami a mi világnézetünkben, meggyőződésünkben, hitvallásunkban nem fér be. Nem. Mit csinálunk? Megbélyegezünk. Ez ugyanaz, mint a boszorkányüldözés, a mágia halál, bármi, amikor a nálunk máshogy gondolkodót, vagy okosabbat, egyszerűen a mi primitív gondolatunk alapján mondjuk mágia halálra tűzünk, csak már nem a középkorban vagyunk, most kiközösítjük és lehülyézzük. Régen ezeket az embereket elégették, akik azt mondták, hogy a föld forog, meg kerek, meg nem tudom, megkínozták, ugye, mert nem azt mondták, ami az elvárás volt. Most mi van? Azt mondod, hogy bolond. Nem, én tényleg csak irigylem, mert hogy őt az olyan földhöz ragadt dolgok, mint amik engem érdekelnek, meg engem foglalkoztatnak, például az, hogy mikor fognak csatornázni az utcákba. Érted? Őt nem érdeklik. Nem tudom. Jó, persze. Én is, amikor azt gondolom, hogy ő azt mondja, hogy egy köztünk vannak alakváltók, akkor azért picit rászorítok az asztalra, de közben érdekesen gondolkodik az ember, mindegy. Jól van. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni. Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 múlt 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A 75-ös út Ipolyság és Vágsejek között jól járható hatóság és balesetmentes Tibor küldte nekünk. Köszönjük szépen. M5-ös Örkényi pihenőjénél a pesti irányban furgon az árokban árul az úton. Ez pedig Laci küldte nekünk. Köszönjük, hatos úton ért felé hatalmas torlódás. Az M0-ás felhajtójánál, aki tud, kerüljön, ne gyertek erre. Óriási a dugó. Szerencs utcától a BVSC-ig hatalmas szintén a torlódás, de ezen a szakaszon nincs baleset. Ezt Rigó úr küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát, hogy van-e még valami friss? Így van, itt van. Azt mondja, hogy a Szeremi úton furcsán... Mit csinál? Ezt nem tudom. Mindegy. Srácok, az M1-es, 74-es, 75-ös között egy serpenyő a leállósában. Oh. Hogy került oda? Ezt Lóri kérdezi. Ez egyébként érdekes meglátás, és senki nem tudja, hogy került oda. Mi se tudunk erre nagyon magyarázatot adni, de minden esetre vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Egy serpenyő. Mit csinál ott egy serpenyő? Hát igen, és hiányozni fog a rántottán. Ó, csörögjünk rá a tisra. Kérdezzük meg. Kire? Ez para jelenség. Ja, hogy ahogy mit csinálod, egy serpenyő. Aha. Jól van. Na, Óven bácsival, Beru nénivel játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, Móni vagyok Győrben. Szia! Móni, mit csinálsz Győrben? Dolgozok sajnos. Mit dolgozol? Adminisztrátor vagyok egy ilyen fuvarozó cégnél. Adminisztrátor vagy. Kiment 3 tonna áru, bejött 2. Milyen izgalmas, nem? Picit téged leegyszerűsítetted ezt a dolgot fel? Na, látod? Hasonló. Minusz egy. Akkor egy tonna. Várjál, akkor nincs bent egy tonna áru. Hiányzik egy tonna áru. Hát szerintem az adminisztrátor az nem egy izgalmas meló. Hát izgalmasnak nem izgalmas. Sok minden van rajtuk, de izgalmasnak talán nem izgalmas. Hát hasonló, ez izgalmas, amíg vagytok. De drága vagy, köszönjük szépen, igen. Egyedül játszol, Móni, vagy van, aki segít igen, neked? Igen, egyedül. Egyedül játszol. Nem hagytak a kollégák, vagy nem jöttek segíteni, vagy még nem vagy bent? Még korán van, még alszanak a kollégák. Ja, még alszanak. Uh-huh. Te egyébként már bent vagy te is otthon vagy még? Igen, dolgozok. Dolgozol már most is bent. Ilyen korán kell kezdeni, gondolom 8 órakor kezdesz, csak már... 6 órakor. Te durva. Kiment már a 3. Vagy bejött a 2. Vagy bejött a 2, igen. Na figyelj, Móni, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj, hallgass meg. Lézer. Hát megint harcolnak. Így van, telekvita. Telekvita a Tatooine-on. Igen, egy szörnyű vitába keveredtek. Mutatjuk, mit énekelnek, jön egy rövid részlet. Figyelj, Móni. Na. Te úristen. Na. Lehetne még egyszer. Igen, nagyon rövid lesz, figyelj. Na.
Én már tudom. Én is. Ezen nőttem föl. Ufó. Nem is lett egy sikersztori? Húha. Lehet meghoztabb részletet? Ennyi föladott, tényleg? Vegyük ki a bögrét? Hát sajnos igen. Jó, meghallgathattad volna még egyszer, ha szeretted volna, de akkor kivettük a bögrét, figyelj, jön egy hosszabb részlet, szerintem erről már be fog ugrani, figyelj. Na. Minden holnap, valami ilyesmi. Minden holnap, az minden hajnal, de egyébként igen. nem rossz. Mikor születtél? A madarakat, sajnos 77-ben, mint te. 77-ben azt hittem fiatalabb vagy a hangod alapján olyan kis... fiatalos hangot, 77-es vagy. Na, hát akkor ez a te generációd, vagy a te fiatalságod, ez agárdi popstrand, meg osztálykirándulások, meg koncertek, hát ez... Már a szöveget hát is tudod. Hát az a baj, hogy olyan tippem lenne, hogy Edda. No, az, hát ez na, az tökéletes. Hallgass meg, figyelj. Gyereke, azért ez... Bizony, a sok zseniális Edda szám közül ez az egyik. Óriási. Imádtam, imádom és imádni is fogom. Ez a hűtlen, ugye? Szerintem így már meg is van. Ez fantasztikus, de jó lenne meghallgatni, de nem fogjuk. Na, Móni, figyelj ide! A bögrén kívül igazából megszereztél minden, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen! Nem merted mondani, vagy féltél, hogy rosszra gondolsz? Igen. Nem, hát Edda, persze. Alig kirontoltad a telefon, annyira van a kezem. Na, ennyire izgulsz? Aha. Nagyon imádlak titeket. De drága vagy, hát köszönjük. Köszönjük szépen. Régóta próbálkoztál bejutni? Hát igen. Elég régóta. Na, de akkor sikerült. Móni, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. További szép napot. Ügyes voltál. Ciao, hello. Sziasztok. Yeah. Max 19-nek gondoltam volna hangja alapján. Ugye, hogy olyan kis vékonyka volt. Gyerekek, egy jó Eddát 8 után, nem? Sem? Nem? Lehet. Hát ha az old school-ok közül bármikor, bármennyit. Hogy kiüldözzelek. Új, de jó azt te. Mi vagyunk a akkor visszakötetem az infúziót. 5 perc van, pontosan 8 óra jönnek Ákostól a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bávonyi, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 8 óra múlt pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Itt vagyunk és hárman vagyunk jelen pillanatban. Itt kezd kisütni a nap. Otthon pedig, ha talán ma még nem is, de holnap már egészen biztos, hogy országos jó idő. Jön újra szó-szó. Igen, 19-20 fok lesz a hétvégén napsütés, és csak néhány zivatar felhő zavar majd bele a napsütésbe. Milyen jó a pataki angolja, írja nekünk. Valaki egyenlegel, ezt nem is tudtátok, hogy az Eddának van egy ilyen száma is. Kifejezetten jól énekel. Nagyon angol volt, majdnem Queen. De hát van egy-két majdnem Bon Jovi is. Szerettük volna meghallgatni, vagy szerettünk volna meghallgatni egy dal, de mi vagyunk a rock, a nagy kedvencedet. Csak nem találtuk úgy, hogy maradt. Igen, még időbe töröltem. Maradt a bizőbolyzik. Te szemét, én úgy emlékeztem, hogy megvan. Te törölted ki? Egyébként figyelj, jó vagy nem. Az egy nagy induló. Egyébként de nem találtuk. Nem találtuk a gépben. Na, azt mondja, hogy van valami híretek az M3-as bevezetőről. Dugó és nem haladunk, kérdezi Kriszta. Van hírünk a Szerencs utcánál, ha minden igaz, akkor baleset történt, és utána már jó a haladás. A Szerencs utcáig viszont nehéz a bejutás, és arra szól a forgalom, utána már egészen jól lehet menni. Azt mondja, hogy igen. Szerencs utcától a BVSZ-ig hatalmas torlódás, de nincs baleset. Hát, akkor viszont nem tudom. Viszont vannak frissek még ezen kívül. Az M0-as autópálya az M5-ös lehajtó után balesetet szenvedett az M3-as autópálya irányába. Már több kilométeres a torlódás, ez Black Boy írta nekünk. Hungária a tököli sarkán nem jó a lámpa, a rendőrök irányítanak, írja Janó. Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utca magasságában rendőrök nézelődnek, gyalogos küldte nekünk. Aztán az M0-ásnál a gyári lehajtó előtt két baleset is van a Megyeri híd felé, Májki küldte ezt nekünk. M0-ás az M3-as felé az M5-ös elágazásnál lerobbant autó mögötte kamion. Sopronban a határ felé mérnek a rendőrök, ezt Attila küldte nekünk. És a 75-ös út Ipolyság és Vágsejek között jól járható hatóság és balesetmentes. Ez is egy egészen
friss hír. Köszönjük szépen. Igen, nem tudom, hogy most ott baleset van-e válaszolva egyébként sok hallgató kérdésére, vagy csak a lámpa Szerencs utcánál. Minden esetre írjátok, hogy lassú a bejutás. Lehet, hogy valami a felüljáró van. Ahogy valaki nekünk elküldi, akkor azonnal tudom mondani, hogy mi a helyzet. Sok SMS jön, igen, hogy nagy a dugó. Majd megpróbáljuk kideríteni. Szegény taxisok is állnak a dugóban, de legalább miért nem szegény kopik. Taxisok? Azért, mert legalább nem kopik a téli gumijuk. Nem tudom, hogy hallottátok-e az új szabályzást. Na. Következő a helyzet. Kérem szépen, a fővárosban kitalálták, hogy október 15-től a taxisnak téli gumit kell föltennie. Ha esik, ha fúj, ha süt a nap, és ez azt hiszem április 15-ig, vagy március 15-ig kell tartania a dolgot. Tehát az a lényege a dolognak, hogy már most téli gumival kell közlekedni a taxisoknak. Zsül, hány fok lesz ma Budapesten? Szerintem ilyen 20 fok körül. Az jó. Na most 16, na. Akkor az már tényleg mondjuk 7 fok alatt kell a téli gumit felszerelni. Megint egy olyan szabályzat született szerintem, amit leszúrtunk egy gombostűt, hogy már pedig akkor innentől téli gumizni kell. Holott én úgy emlékszem, hogy ugye a téli gumi használatának az a feltétele, vagy ahhoz szokták kötni, hogy 7 fok alatt legyen tartósan a hőmérséklet. Na, de így legalább gyorsabban fog kopni, újabb téli gumiszettet majd sokkal korábban kell venni, mint egyébként. Így is van. Hú, de jó ötlet. Így is van. Pontosan jól látod a dolgot, mert ugye a téli gumi az 7 fok fölött viszont nagyon kopik, plusz hát egy kicsit szerintem alkalmatlan nap is a közlekedésre, mint mondjuk a nyárival mész. Úgyhogy ez van most. Jaj, hát most én mit mondjak erre? Nem tudom, amit gondolsz, állhatsz akármelyik oldalon, de szerintem itt nagyon nehéz a másik oldalra állni, hogy azt mondod, hogy igenis már pedig kell a téli gumi, mert ebben neked igazad van, hogy kell a téli gumi télen. Oké, Csak akkor hogy szabályozod? Ugye, tehát nézzük meg, hogy szabályozod. Van olyan, amikor októberben például bejön a hideg. Ha bejön a hideg, és azt mondod, hogy november 1, de egész októberben már hideg van, akkor november 1-ig te olyan taxikban ülsz, amin nincs fönt a téli gumi, ugye? Tehát, hogy a szabályzással szerintem önmagában nincs baj, csak az időpontot hova teszed itt, ez a kérdés. Sehova. Hát ezért kell a hőmérséklethez ezt kötni. Nem teszed de nem teszed az időponthoz. Hát de valahova neked tenned kell, hogy mikortól kötelező. Akkortól, amikor tartósan 7 fok alatt van a hőmérséklet. De tartósan 7 fok az egy szubjektív dolog. A tartósan 7 fok az konkrétan lehet, hogy Budapesten még nincsen 7 fok, lehet, hogy Pest megyében már valahol, ha éjszaka közlekedik a taxis, akkor ott már van 7 fok. Tehát ezt nem tudod a hőmérséklethez tenni. Azért ebbe gondoljatok bele. Hát ez nem egy állandó állapot minden megyében és mindenhol, hanem azt mondod, hogy itt még 13 fok van, ott már lehet, hogy 7 fok van, az ország egyik részében nem tudom, x fok van, tehát valamilyen dátumot hoznod kell, ráadásul te utasként egy szolgáltatást veszel igénybe, ami te szeretnél mondjuk biztonságban odaérni. Én azt gondolom, hogy az október közepe az mondjuk valóban elítélendő, de az, hogy erre hoznak egy dátumot és azt szabályozzák, az szerintem nincs nagy baj. Hát kell. Tehát az, hogy kötelezővé teszik dátumilag, szerintem én nem elsőre... És most behozod az igen, október 15-ig. Én mondjuk azt mondanám, hogy november 1 lehet, de mi van, ha jövőre mondjuk október 12-én mondjuk leesik a hó, és a taxisok 80%-ában egyébként nincs fent. Akkor így is, úgyis felraknám. De várjál, nem, akkor azt fogja mondani, hogy bocsánat. Hát nekem az van, hogy október 15-től váratlan kell. Hóesés. 12-én hóesés volt, és belerohant valakibe, vagy belecsúszott, mert nyilván hóesésbe a taxis se rohangál, belecsúszott valakibe, akkor ő mondhatja az, hogy bocs, miután megbüntetik, hogy önön nem volt téli gumi, ő azt fogja mondani, hogy ja, kérem, mert nekem október 15-től kell. Ja, akkor hogy szabályozod? Tehát akkor mit mondasz? Mert ha azt mondod, hogy november 1, akkor ugye arról van szó, hogy mi ma októberben hideg van. Tehát, hogy most igen, megnézzük a másik oldalt, és én nem a taxisok ellen megyek, csak én azt gondolom, hogy igen, ez nem egy észszerű szabályzás, főleg, hogy 20 fok van. De ugyanakkor, ha belegondolunk a másik oldalba, hogy az utasok biztonsága miatt valahogy ezt szankcionálni kell, vagy hát legalábbis időpontot mondani, akkor valamit kell mondani. Na de hát a szolgáltatást veszel igénybe, szeretnél odaérni, ezért te fizetsz, ráadásul mostanában már nem keveset. Mi a megoldás? De érdekes egyébként, hogy most itt csak az utasnak az érdekéről beszélünk, miközben azért a taxisnak is az az érdekes. Én azt gondolom, hogy a taxisok nem félreértenek, amit mondok, a taxisok nem hülyék. Ők a saját biztonságukban is gondolkodnak, a saját autójuk biztonságában is gondolkodnak, nem csak az utaséban. Tehát ő akkor is fel fogja tenni ezt a téli gumit, hogyha speciál nem az utasokra gondol, hanem csak a saját épségére, meg a munkaeszközének az épségére. Tehát ő így is úgy is feltette volna, hogy ezt most mindenképpen szigorítani akarják, akkor mondják azt, hogy 10 fok alatt. Nem? Tehát meg igen, akkor fokhoz kötöd, akkor legyen 10. Értem, hogy persze, lehet, értem, hogy itt mondod, tehát mondjuk 23 fokban most, ami lesz hétvégén, az mondjuk nonsens, hogy nekik téli gumit igen kell viselni, igen, de az, hogy mondjuk ez európai mintákhoz hasonlóan valahogy megpróbálják azért ezt időintervallumhoz kötni, nekem azzal egyébként nincs bajom. Én úgy tudom, az európai minták azok rugalmasabbak ennél, tehát ott pont a hőfokhoz való kötés az, amihez ragaszkodnak.
És amit a Jani mondott, az azért jó, mert hogy a taxisnak ez nem csak egy anyagi kár lesz, mint mondjuk, ha te balesetezel, és akkor egy hétig áll a szervizbe a kocsit, míg rendbe teszik, meg pénzbe kerül, neki a munkaeszköze esik ki. Tehát ő tényleg nem hülye, ő föl fogja tenni a téli gumit, mikor már látja rá, de ez igaz, persze. Ők rutinos sofőrök, mert sokat vezetnek, tehát tudják, hogy mikortól van az a hőfok, amikor meg a csapadék, meg a hó, amikor már látszik az, hogy ide téli gumi kell. De ezt most így kiírni október 15-re, hogy... Az valójában nem jó, de az, hogy van valamilyen idő, az igen, mondjuk én azt hiszem, hogy november 1. Tehát november 1-én az már beesnek olyan hidegek, olyan hajnalok, amikor azért már tud hideg lenni, tehát november az mondjuk jó, és akkor onnantól kezdve kötelező érvényű ez mindenkire. Aztán persze lehet, hogy novemberben is tud még 16 fok lenni, tehát azért a téli gumi az olyan, hogy bele tudsz futni jó időbe. Persze. Tehát, hogy most azért ezt senki nem mondja, van amikor novemberben is több van, mint 7 fok, akkor is jobban kopik a téli gumid, de mondjuk a november 1 az szerintem egy elfogadható időpont, nem? És hogyha mondjuk ellenőriznek, akkor ha november 1 a dátum, akkor november 2-án, ha 20 fok van valamiért, vagy 16, büntessék meg azt a taxist, akinek nincs téli gumia? Hát ha van egy rendelet, hogy november 1-től a taxisoknak téli gumit kell feltenni, és az november 2-án nincs, hát miért ne büntetnék meg? Na de ez totálisan indokolatlan. Mert 16 fok van azért. De ha van egy rendelet, de nem veszélyezteti a közlekedést. Hát de mi? Hát mi? Hát de neked az a dolgod, hogy ezeket betarts. Te felelsz az utasod biztonságért, a saját biztonságért. Ha november 1-től a taxisoknak kötelező föltenni a téli gumit, mert ők egyébként személyszállítással foglalkoznak, akkor nem érdekel, hogy 16 fok van, akkor tegyék föl a téli gumit. Most tudom, most megint én vagyok az, aki nagyon népszerű. Miért? Tehát ha rád vonatkozik egy rendelet, hogy te ennyivel mehetsz, vagy fizesd be az adódat, vagy add be az adóbevallásodat, és egyébként azt nem adod be, akkor téged ugyanúgy megbüntetnek. Hát sajnos ha van egy rendelet, hogy november 1-től téli gumi, akkor engem rohadtul nem érdekel, egyébként november 3-án nem teszi föl a téli gumit, mert engem is megbüntetnek. Sajnos a szabályozás az nem időjárás függő, tehát hogy egy időpontot mondanak, akkor tolig, tehát hogy az... Figyeljetek, ő azért személyt szállít, tehát te igénybe veszel egy szolgáltatást, én értem a taxisokat, meg tudom, hogy egyébként rohadtul nehéz nekik, és farkas törvények vannak, és minden fuvarért meg kell küzdeni, sokat utazom taxival, és beszélgetek velük, nem könnyű, főleg az új rendszer alapján nyilván, hogy emeltek a tarifákon, máshogy osztják a fuvar, tehát hogy nem is igazából az számít, hogy egy taxis mennyire jó taxis, és mennyire a fejében van a városon, hogy éppen hol van, úgy kapják a címet. Tehát tök más lett ez az egész taxizás egyébként. Benyomsz egy rendszer, be egy gombot, megkapja a címet, és a GPS kiszámolja, hogy hova kell menned, és odamész GPS alapján, valaki félvakon, süketen beül, tud taxizni. Ez régen nem így volt. Tehát ismerned kellett a várost, tudnod kellett a kerülőutakat, rengeteg olyan helyet, ahol te előbb odaérsz a fuvarra. Most mi van? Megkapod ugye ez a csendes forgalmazás alapján egy számítógéppel a fuvart, mert te vagy közel, rányomsz egyet, beüti a GPS és elmész. Most te beülsz, és tudod a pedálok sorrendjét, tudsz taxizni, kis túlzással. Tehát, hogy ez már nem az a fajta taxizás. Sajnos higul a szakma is. De ha november 1-től nekik föl kell tenni, hát akkor azt persze, hogy megbüntem, nem is értem a kérdést. Hogy ne büntessen meg azért, mert 16 fok van. Igen. Hát és ha jövőre mondjuk november 1-én már mondjuk mínusz 3 akkor fok azért de akkor nem azért büntessen meg, mert elsője van, hanem azért büntessen meg, mert mínusz 3 fokban nincs téli. De nem egy objektív dolog. Tehát honnan tudod, hogy hol hány fok van? Muszáj, nem mondhatod azt, hogy 7 fok alatt, mert azt mondja a rendőrnek, hogy nálam reggel még 9 fok volt. De hát itt, és akkor időjárás jelentésekről vitatkoznak a taxisok, és mutatja a taxis az iPhone-t, nézze meg, mínusz 3 fok van. Nem volt mínusz 3, sütött a nap, amikor elindultam. Hát valamit mondanod kell. Azt mondod, hogy majd tegye föl, ha 7 fok van. Hát biztos úr, 16 fokba indultam el. Na, hát lőrincen ennyi az igaz, idő. Hát sütött a garázsból, de ott 16 fok. De uram, szakad a hó. Hát most szakad, jó, de két napja vagy reggel, mikor elindultam, még sütött a nap. De akkor a hókotrok se akkor menjenek ki, amikor hó van, hanem időponthoz kötve? November 1-re az összes hókotrónak kint kell lennie, mert... De ne beszéljetek már hülyességet. Hát az, hogy van egy időintervallum, és én fölteszem a téli gumit, az nem ugyanaz, mint amikor a hókotró kimegy, mert az utat akkor is, amikor nincs jég. De a kettő nem ugyanaz. Hát a kettő hát nem de ugyanaz. Te is egy időponthoz kötöd, a Jani is egy időponthoz. De akkor, ha te nem kötöd időponthoz, akkor te szubjektív módon ráhagyod, hogy mikor teszi föl. Azt utána hogy szankcionálod? Van, mert mindenki tisztítsa az utat a ház előtt. De nincs hó, de akkor is tisztítsa. De nem ugyanaz a kettő. Jégmentesíti, nincs jég. Ja? Igen, sózzanak, de is 30 fok van. Hát nem ugyanaz a kettő. Hát adni kell egy időt. Nem értek egyet azzal, hogy 26 fokba kopjon a téligumi, én fölraknám a téligumit, és ez nekem kopna 23 fokba, az agyamat eldobnám, olyan ideges lennék, mert megeszi a meleg a téligumit. Egyébként meg legalább ugyanannyira baleset veszélyes. Hát erről beszélünk. Na de akkor mit mondasz? Hogy amikor ott az ideje, hogy hideg van és hó van, akkor igen, tegye fel. A következő a rendelet. Fogalmazzuk meg ezt a rendelet. Kedves taxisok! Amikor az időjárás úgy hozza, tegyék föl a téligumit. Tessék, foglald nekem rendelet. Ennyi.
Tessék, ma mondjátok a rendeletet. Igen? Hallgatom. Igen. Mondja Zsül. Fűtési szezon. Fűtési szezon. És ha néhány panel lakásban nem kapcsolják be a fűtést. Központi fűtés. Tehát a taxisok nézik a központi fűtés bekapcsolását, telefonáljanak az anyósoknak. Mama, mama, elindul be a fűtés. A társaságban lakom, fogd már meg forró a radiátor. Elindul, tegyük fel a téli gumit. Hol éltek? Hát ez nem így működik. A Kressz az kötelezően előírja nekünk átlag autósoknak, ahogy hívják ott a téli gumit? Hogy kötelező szerűen, azt nem tudom látni. Ajánlott. Várjál, nem. Például a biztosító nem fizet, ha te télen okozol úgy balesetet, hogy nincs téli gumid, akkor... Na, neked mit ír a Kressz? Én sem tudom. Október 15-én, Sebestyén úr, cserélje le, ha meleg, ha hideg. Nem, a Kressz az hőmérséklethez szabályozza. Hát akkor miről beszélünk? Uh-huh. Az a taxi, na, de, az a taxi egy nem autó. A Kressz alapján közlekedik? Őnek is meg kell állni a stop táblánál. Érvek ellenérve. Ezt már szeretem. Most visszagondolok, visszavonulok, átgondolom. Na? Akkor szubjektív módon fölrakják? Hát szubjektív módon ránéznek a hőmérőre, és látják, hogy, hogy valószínűleg ebben a nyári gumi ebben az időben már 7 fok alatt már másképp viselkedik. Akkor tegyük fel szépen a téli gumi. Értem, amit mondtok, hogy téli gumi 20 fokban legalább annyira balesetveszélyes, mint nyári gumi egyébként, mit tudom én, 7 fokban. Tehát én ezzel tisztában vagyok. De nem tudtok arról meggyőzni, hogy szubjektív módon rakják, amikor akarják. De tesse bennünket arról, hogy október 15-én tegyék föl. Fogalmazd meg a rendeletet, tessék. Te vagy mondjuk a BKK, főpolgármester, vagy nem tudom, tessék. Mit mond a Kressz a téli gumiről? A Kressz ide vonatkozó javaslatát elő kell keresni, vagy nem tudom, hogy akkor ez most szabályzás, tehát hogy ez törvényszabályzás, vagy pedig csak egy javaslat. Mit ír a Kressz, hogy 7 fok alatt a téli gumi használata kötelező? Ezzel az a bajom, hogy a magyar mentalitás nem ilyen. Tehát a magyar úgy gondolkodik, és sajnos ez igaz ránk, hogy amit te nem teszel kötelezővé, akkor x százalék azt nem veszi úgy, hogy ez rá vonatkozik, és nem teszi föl. Én pedig nem akarok egy olyan taxival utazni 10.000 forintért 8 kilométeren, aminek egyébként november 3-án egy reggel 5 órakor akarok bemenni a rádióba, nyári gumi van fönn, azért mert lusta, mert spórol, mert neki nincs pénze, neki sok mindent kell befizetni, nem akarok beülni egy ilyen taxiba, mert viszem a gyerekemet, ott ülök a feleségemmel, kórházba megyünk, éppen szülni megyünk, tegye föl a téli gumi. Tehát én azért fizetek, hogy én a saját autómra nem teszem föl, az is egy marhasság, mert én is részt veszek a közlekedésben, felelős vagyok, de egy taxis aztán pláne, hogy felelős, hiszen engem visz, vagy téged, vagy de a feleségedet. De senki nem mondta, hogy a taxis ne tegye föl. Igen, nem azt mondom, hogy tegye föl, csak ha nem mondod neki, hogy mikortól, akkor azt a magyar sajnos mentalitás miatt, akár taxis, de akár mi is, add be az adóbevallásodat majd valamikor. Akkor a 80% nem adja be. Azt mondod neki, hogy május 1, április 30-án állnak a postán éjjel 2-kor remegő szájjal belilulva, én is egyébként a központi postán a Nyugatinál, és adod be az adóbevallásodat. Tehát érted, hogy mit mondok? Mondjuk azt, hogy 7 fok alatti hőmérsékletnél kötelező a taxisok számára. Mi van, ha Baranyában még 12 fok van, de Dunakeszi? De mi van akkor? De mi van akkor, ha Baranyában 12 fok van, egyébként meg Budapestre hat? A baranyai taxis nem jön Budapestre. Hát mit, ha ő a baranyai taxis Baranyában? Igen, jól van ő. Egyébként egész Európa szerte. Miért nem mondjuk azt, hogy amikor az első, első gólya elrepül? Na? Hát akkor mondjunk ilyeneket, amikor a fecske odébb áll a drótkerítésre. Érted? Igen. Hát akkor mondjunk ilyen érveket. Hát mi? Nem tudod ezt így, hát kell időt mondani. Hát mindent időintervallumhoz, mindent egy bizonyos dátumhoz kell kötni. Na, figyeljétek, Európában mindenhol más. Tehát, hogy nincsen egy egységes szabályozás. Például nézzük, azt mondja, hogy Csehország. November 1 és április 30-a között kötelező a téli gumi használata. Köszönöm szépen. Balázsnak. A 3,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek esetében legalább a hajtott kerekeken. Aha. De egyébként nem. Azt mondja. Akkor nulla pont Balázs. Szlovénia november 15-től március 15-ig, amennyiben 5 centis a hó, kötelező a téli gumi használata, és előírás a hólánc megléte is. Például. Két pont nekünk. Azt mondja, hogy Németországban és Ausztriában nem kötelező a téli guminak a használata, ezzel ellentétben Svájcban, a téli gumi témában Svájc nem ismer kompromisszumot. Hát nekem ez nagyon fura lenne, ha mondjuk az osztrákoknál nem lehet, konkrétan valamikor nem engednek be az országba, sokat sielek, és megnézik. Általános kötelezettség téli gumira nincsen az országban, ám hófötte jeges utakon előírás a hólánc és a téli gumi használata. De általános kötelezettség nincs, csak az arra indokolt helyeken.
illetve útviszonyok közepette. Tehát ha te Bécs belvárosában furikázol magánemberként vagy taxisként, akkor neked nem kötelező. Úgy gondolkodik, hogy van annyira intelligens, hogy nem spórol ezen, mert tudja, hogy megment két életet, míg a magyar sajnos, és nem a taxisokról beszélek, azt mondja, hogy velem úgyse történik semmi, megúszom én téli buliba, jó lesz az még egyébként. Ebben nincs igazat, szerintem ez alapvetően ez mondjuk így inkább anyagi kérdés, nem pedig felelősség. Nem lehet anyagi kérdés. Ha nincs pénzed téli gumit fölrakni, akkor ne taxizzál. Én ezt így gondolom. Tehát, hogyha te azon spórolsz, vagy te se spórolsz azon, ha mondjuk nem tudom, mit csinálsz, van egy vállalkozásod, akkor te is belerakod az alapanyagot, a pincér vagy belerakod a fizikai munkát, és jól akarod kiszolgálni a vendéget, ha eladó vagy, akkor kedves vagy. Tehát ez olyan dolog. Neki speciális a munkája van. Neki speciális munkája van, igenis, legyen egy dátum, és tegye föl, nem akarok beülni egy olyan autóba, ami nincs téli gumi. Ennyi. Aha. De most a komplett taxis társadalommal tudtam magam nehezen spóroljanak, ezt tudni kell kigazdálkodni, ez sajnos benne van, nem intelligens az a taxis, aki egyébként decemberben még úgy jár, és egyébként beülnek mellé családok, emberek, szóval nem, ez szerintem nonsens. Ezen ne spóroljon, vagy akkor nincs pénze, akkor ne taxizzon, érted? Igazat adok neked. Na, de ez akkor... az októberi jó, történet, az igaz, ez egy picit korai. Ahogy nézem egyébként az időpontokat, a legtöbb helyen ez november, sőt Finnország, Lettország, Litvánia, Észtország, december 1 és március 1 között. Hallott, Finnországban december 1, érted? Finn. Tudod, hogy hol van Finnország? Lent a Mediterráneumban. És csak ritkán a olasz csizma után egy kicsit délen. Ők dec-1-től mondják azt, hogy gyerekek, akkor én nem tudom, milyen ez. Én a fejemet rá, illetve Zsül jobb combját, hogy ne, az már nincs meg. Már eladta a ballámbal a csintáért. Hogy az osztrákoknál szerintem gyerekek kötelező a téli gumi. Ha a határon megállítanak, és engem sokszor sielésni megállított, és megnézték, hogy van-e téli gumi, van-e holland, úgy engednek be az országba. Nem tudom elképzelni egyébként, hogy te ott mész valahol Bécs környékén, és megállítanak, és december vagy, tehát nyári gumiban ne vágna meg a rendőr. Tehát ezt nem tudom elképzelni. Van egy taxisunk a vonalban? Itt van? Zsolt? Halló! Zsolt, jó reggelt kívánunk! Hello! Sziasztok, világjáró! Hello. Na, itt finoman elvitatkozunk a fejetek fölött, de hát jó, ha egy taxis is megszólal, csak kíváncsiak vagyunk, hogy mit mondasz. Hello, Zsolt, szia! Hát én a Ferinek szeretném mondani, meg a Janinak, hogy valamit csinálnak veled, mert te nagyon nem szereted a taxisokat már. Nem, én most az utas oldalt képviselem, és ti így pedig van, a taxis oldalt, részben a hallgatókat az utas oldallal egyébként. Én mind a kettőtöknek, ha mondani valójában van igazság igazából, tehát a Ferinek abban abszolút igaza van, hogy nem lehet dátumhoz kötni. Az időjárásunk olyan, hogy most télen nyár van, nyáron meg télen. Tehát most ha feltesszük október 1-én, és a következő héten 25 fok van, akkor igazából ugyanolyan veszélyes, mint hogyha ha hóba mennék a nyári gumimmal. Annyira tud csúszni az a puha gumi, hogy hihetetlen. Úgyhogy mindegyikben van valami. Egyébként valószínűleg tényleg intelligensnek kell egy kicsit lenni ahhoz, hogy az ember időben felrakja a gumikat. De rá kell bízni valahogy ezt az autósokra szerintem. Azokkal van a baj, akik aztán soha nem cserélnek gumit, és Igen, szóval hogy nekem ez itt csúszik meg, hogyha rábízol valamit a kedves honpolgára, akkor sajnos nem mindig, és nem általános érvényű a dolog, de akkor azt mondja, hogy majd. Tehát az ember így gondolkodik, hogyha valamit rábíznak, sokszor kibúvót keres. Ha valamit egy dátummal egyszerűen kötelező érvényűvé tesznek, akkor valahogy ennek van egy hajtó ereje, hogy az ember feltegye. Én nem bíznám rátok, hogy ti ezt mikor teszitek fel. Szerintem. Hát azt tudom, hogy te nem bíznál ránk, de muszáj, mert... Újabb barátok? Igen. Muszáj, mert tényleg olyan az idő. Hát tavaly decemberben is voltak 18 fokok. Akkor nem jó a téli gumi. Bele fogsz csúszni előtt a pirosnál valami autóba. Igen, nyilván így van, hogyha melegben ülök és egy téli gumis autóban ülök, akkor pedig sokkal lágyabb a gumi, az pedig csúszik. Most persze. Erre tromfoljál Balázs azzal, hogy mert állandóan száguldoztok, és akkor véged lesz azonnal. Nem, figyeljetek, a legnagyobb téli gumi ellenes voltam, és ezt be is vallom, hogy amíg a Benny nem volt, addig sajnos egyébként meglehetősen felelőtlen módon azt mondom, hogy tudok annyira vezetni, hogy megúsztam nyári gumival. De ezt én vállalom. És tudod is, mert te mindig megúsztad. Akiket viszont megtoltam hátulról. És Benny megszületett, és azt mondtam, jó, fel kell egyszer már nőni, mikor, ha nem 36 évesen. Úgy, hogy rakat el a babakocsiját. Hát akkor megvan a megoldás. Nem, és azt mondtam, igen. Én kitaláltam akkor a megoldást, akkor az vehessen autót, annak lehessen jogosítani, akinek van egy gyereke.
Ez egyébként tök jó. Taxizon az, aki fel tud mutatni két gyereket, igen, mert az már felelősségteljes. Nem, én a Beni születésénél mondtam, hogy oké, eddig önmagamért vállaltam felelősséget, mert hát nyilván az ember a családjáért, de hogy a gyermek megszületése hoz egy olyan döntést a férfiak életében, hogyha eddig nem sikerült, most nőjünk föl. És a felnővéshez az is hozzátartozik, hogy úgy veszel részt a forgalomban egyébként, hogy felelősséget válasz a többi emberért, nyilván előtte se okoztam semmi komoly balesetet, és innentől kezdve abszolút téli gumi hívő vagyok, nyilván más ezt már tudja 20 évesen, mert okosabb nálam, nekem ehhez mondjuk egy gyerek kellett, hogy azt mondjam, hogy nem fogok ezzel szórakozni. De akkor igen, nincs megoldás, szerinted se, nagyon, nem? Legyen otthon egy pár téli gumi felén, aztán másikkal hokofő rakjuk. Ennyi. Neked már fönt utána van? Utána meglevesszük. Nekem még nincs, még meleg van. Itt hát te 15-től kell, nem kell? 15-től hol lehet, hogy Budapestre vonatkozik. Az lehet, hogy Budapestre egyébként. Tehát ez lehet, hogy budapesti taxisokra. Melyik kereszt van beleírva, hogy kell 15-től, mert én még nem ismerem. Látod? Tessék. Nem is a kereszt a taxisrendelet, de az lehet, hogy egy budapesti taxisrendelet. Tehát ez lehet, hogy rátok nem vonatkozik egyébként. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad. Nincs semmit. Sziasztok, legyetek. Ciao, Zsolti, a talányáról. Köszi. Hello, hello. Na. Nagyon sokan írják, hogy a téli gumi az osztrákoknál novemberektől már kötelező. Én ebben biztos vagyok, én nem tudom, milyen oldalt nézni, nem tudom elképzelni, hogy az osztrákok egyébként annyira felelőtlenek legyenek, hogy azt mondják, hogy nem kötelező. Biztos, hogy nem. Tehát biztos, hogy nézik ők a téli gumit, kell, hogy nézzék. Egyrészt a hó miatt, a hóhelyzet miatt az osztrákok nagyon konzervatív módon gondolkodnak, nem bízzák az osztrákokra, hogy akkor rakd fel, amikor akarod, vagy ha nem is, nagyon szigorúan szankcionálják, ráadásul olyan több száz eurós büntetés azonnal ott a helyszínen, rendszámlevétel, tehát ők ezzel pont nem szórakoznak. Biztos, hogy jó, ebben lehet, hogy igazat adok neked, mert ebben mégiscsak te vagy otthon. A több száz eurós büntetésbe te szemét. Jó, igen, én a gyorsahajtó, és akit mindig megbüntetnek, és mindig megölnek, igen, az autópályán. De legutóbb egyébként a büntetésem annyi volt az osztrák autópályán, hogy én hülye elfejtettem matricát venni. Tehát volt téli gumi. Szétszednek az osztrák rendőrök, megnézik a gumit, láthatósági mellény. Ha a bal oldalon mész, és előzöl egy autót, és nem mész vissza a jobb oldali sávba, azonnal büntetnek, könyörtelenek. Könyörtelenek egyébként. Na, mi van? Amikor hazaért. Na figyelj, talált egy ellenérvet. Ne, figyelj, ne, figyelj, nekem csak eddig nálam csak jó érvek voltak. Na eddig, most megkapom a kegyelemdöfést, igen? Nem lesz semmi kegyelemdöfés. Csak amikor majd hazaért, ezt most a taxis kollégáknak mondom, hogy novemberben, amikor leszáll a repülőgép, és hívsz egy taxit magadnak, akkor valaki, kérlek szépen benneteket, hogy menjen ki nyári gumival, jó? És kíváncsi vagyok, hogy te be fogsz-e szállni bele, mert nem fogod majd megnézni. Az egyébként lesz, hogy fogom a flashlight üzemmódomat, megnézem az elemlámpát, oda megyek a gumiához. Tehát beteg, bekapcsoltad. Flashlight üzemmód. És elemlámpával megnézem a gumit, mi van rája írva. Ahogy téged vár majd a NAV, a kairói járaton szombaton engem várjon egy nyári gumit, taxis, megnézem. Jó van. Nyilván nem vagyok ennyire kényszeres, hogy ezt ellenőrizzem. Na, mit találtál meg? Közel látom, hogy... Figyelj, igazából azt nézem, tényleg nem akarom az ebet a karóhoz kötni, de azt írja egy olyan oldal, ami egyébként ausztriai munkavállalással foglalkozik, hogy itt ez konkrétan 2013. november 1 és 2014. április 14-e között időszakra szól, tehát gyakorlatilag a mögöttünk álló térre, hogy akkor kötelező november 1-től, illetve akkor kell fölraknod, tehát november 1 az időpont, de akkor... hogyha az utak állapota olyan, tehát havas, jeges, latyakos, nem kötelező jelleggel. Jó, ha nem indokolt, akkor nem kell fölrakni. Lehet, én csak azt tapasztaltam, hogy nagyon szigorúak. Egyébként mondjátok meg őszintén, Magyarországon valaha valaki ellenőrzött nektek gumit? Tehát igazoltatott úgy rendben? Persze, oda nejem. Jó. Igen. Föltetted már. Apácska, föltetted a téli gumit? Föltettem már. Hogy föltettem volna? Hát mert ő a sofőr. Mit nem lehet ezen érteni? Nem gondoltuk félre, nem. De hogy tényleg, amikor ott jön a rendőr, hogy nekem még a büdös életben nem nézték meg, ugye van a gumikon ez a kis kopás mutató jelző, amihez ha lekopik a gumi, akkor ugye meg tudod érinteni, és látod már, hogy cserélnek. Ezt nekem soha nem ellenőrizték. Tehát hogy nem jellemző egyébként, az osztrákoknál igen, de hogy itt nekem rendőr télen nem nézte még meg, hogy milyen gumi van az autóban, neked nézték valaha? Soha. Hogy szálljon ki, közúti ellenőrzés, na nézzük meg, fent van-e a téli gumi, vagy nincs fent, mondom, a magyar kereszt rendeletet én nem tudom, de hogy nem nagyon ellenőriznek. Na de ő miből tudja megállapítani, hogy ez téli gumi a mintázatában? Hát meg rajta van. Más a mintázata, meg rajta van, hogy téli gumi. De külföldi.
Hát, de azért. Tisztelt biztos urak, a Winter feliratot tessék keresni, vagy pedig 3-4 darab hópihe. Úgyis jelzik, egyébként tök más a mintázata. Tehát más, hogy néz ki, megmondod, hogy ez egy téli gumi vagy nyári gumi, ránézés. De nem nagyon nézik, nem? Nem. Ugye? Senki. Na mindegy, jó, egy-két SMS-sel folytatjuk még, mert hozzászólások jöttek a témánkhoz. Máshogy gondoljuk egyébként, de nincs is ezzel baj. 8:30 múlt, pontosan 5 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri! Hello! Mit röhögsz? Menj, bementél? Nem. Nem? Na, majd olvasom az SMS-eket, figyeld, hogy mennyire nem. De arról beszélgettünk, hogy október 15-től kötelező a taxisoknak a téli gumi, és hát megvitattuk ezen rendeletet, illetve a téli gumi szabályzását. Ki mit gondol erről, mikortól tenné kötelezővé, jó-e az, hogy a taxisok ugye 23 fokban téli gumival mennek, abban maradtunk, hogy az nem jó, de ti azt mondtátok, hogy a taxisokra bíznátok idézőjelesen, én meg azt mondtam, hogy muszáj dátumhoz kötni, az alapvető vita az ugye erről szólt, hogy dátumhoz kötöd, vagy kinézel az ablakon és mondasz valamit, és aztán megbeszéltük, hogy ki mit csinálna. Nincs egyezés, de nem is baj, hallgatóink is egészen máshogy gondolják egyébként. Baleseten én voltam a vétlen, de ha nem lett volna fent téli gumi, levontak volna a pénzemből 15%-ot. A biztosító dátumhoz köti, írja valaki nekünk. Ausztriában nem kötelező, de ha balesetet okozol nyári gumival, úgy megvágnak, hogy mindenki télivel jár, ezt Tom írja nekünk. Németországban nem kötelező, de nem ismerek olyat, aki nem cseréli le. Ha nyári gumin okoz valaki balesetet télen, akkor ha csak pénzbüntetésről van szó, azt alapból szorozzák kettővel. De ez is változik tartományunként. Gyerekek, ne beszéljetek hülyeséget, Ausztriában kötelező a téli gumi, tudom, ott élek. Ausztriában nem kötelező a téli gumi, csak ha egyébként az utas úgy gondolja, vagy a vezető úgy gondolja. Tehát abszolút megosztanak a vélemények. A Travi mindig nézte a körzeti megbízott a gumikat a 80-as években, mindig 200 forintba került, ha nem volt rendes gumi, igen. Nekem nézték már a gumit, és kérdezték, hogy szeretem az extrém sportokat, nem volt túl jó a gumi állapota, 10.000 mínusz, ezt Laci küldte nekünk. Látjátok, srácok, ezért tart itt a magyar morál. Tartósan 7 Celsius alatti hőmérsékletnél kell cserélni, ezt írja Máté, nem tudom, hogy ezzel kinek ad igazat. Igen, fura, mert mi egyébként pont ezt mondjuk. Igen. Pont ezt mondjuk, tehát hogyha az időjárási viszonyok indokoltát teszik, akkor tegyük fel a téli gumit. Mi ezt mondjuk a Ferivel, hogy ne kössék időponthoz, mert az időpont nem feltétlenül hoz magával olyan időjárási viszonyokat, amik még indokolnak. Tehát, hogy fura ez a szabályozás. Igen, Balázs, ne hangoztassátok, hogy nem nézik a téli gumit, mert ez is csak egy jó ötlet, hogy megint csak büntessenek a rendőrök, írja Rico. Aztán Balázs, ne legyél farok. Nem mindenki gondolkodik úgy, mint te. Szerencsére én például, amit 7 fok körüli a hőmérséklet, egyből cserélem. Aztán írja valaki, és átszok, Balázs gondolatmenetével tudok azonosulni, hiszen a mentalitásunkból adódóan mindent megpróbálunk kidumálni. Üdv nektek, Gyurma. Feri, adj légy szíves egy Csalert Balinak, és fogd a nyuszira. Balázs, már épp kezdtelek megkedvelni, de ezzel az érveléssel most megint visszább léptem egyet. Meg lehet úgy fogalmazni, hogy ne sarkítsunk ennyire. Aztán vannak jó tippek is, országos meteorológiai szolgálat által kiadott országos napi hőmérsékletet kellene alapul venni. Na tessék. Ezt Tamás küldte nekünk. Vagy a rendelet szóljon úgy, hogy amikor a BKV buszokon téli gumi van, a taxiknak is kötelező. De nincs téli gumi, azt hiszem 4 évszakos van. Igen. Kamionoknál sincsen téli gumi. Figyelj, az akkora összeg lenne kamionon lecserélni az összes gumit. Hát az összeg, a kezelhetőség, a raktározás, a levétel, tehát ott nagyon sok technikai dolog is van, tehát ott azért mire azért egy kamiongumit így lekapsz, várat csapod, beviszed hátra a garázsba is kihozod a télét, tehát ott minden, azt hiszem, ilyen 4 évszakosokkal járnak, hogy nem nagyon tudnak mit csinálni. Igen. Taxis vagyok, én nem cseréltem téli gumira, itt ülök az Asztóriánál, az idő borongós, a forgalom jó, ti meg királyok vagytok, üdv nektek, csupa 2 Petti. Köszönjük szépen egyébként. Igen, Romániából írok, hallgatom a műsorotokat, a téligumi használatáról szóló témát, nálunk szerintem eléggé észszerűen van ez megoldva, vagyis jeges, csúszós úton kötelező a téligumi használata bármelyik hónapban. További szép napot írta nekünk József. Tehát nyáron is kell tenned, ha mondjuk jeges az út, bár ritkán jeges nyilván a dolog. Na, hát így gondolják így a hallgatóink. Így.
De mondjuk szerintem azért ez az október közepi időpont azért ettől függetlenül egy picit dura, főleg abból kiindulva, hogy mondjuk Finnországgal kapcsolatban december 1-jét ír a katasztrofavédelem.hu. Jó, hát, hogy ott persze egy olyan ország, aki jól opukizik még mindig, és érted, és küldött. Hát, talán, de telep láttak már. És haknisztatja, érted, a Mikulását, és van belőle 100 darab, és mindenhova elmondják, hogy az igazi jól opuki jött hozzátok magyar gyerekek, és ugyanebben az időpontban még négy reptéren csekkolva az igazi jól opuki, és gyerekek millióit vezetik meg az igazi jól opuki. Mert van belőle 100 darab, érted? Hát most mit várunk tőle? Állandóan be vannak vodkázba, szörgetik a szampót, ezt a malmot a vejnemőjnenek. Ja. Robika írja, nem taxizom, leszarom. Jó, hát na, ez is jó, ez az, Robi. Meg végre egy épészérv. Szeretjük, amikor hallgatóink ennyire azonosulnak a témával. Egyébként fura, mert ez nem csak a taxisokra vonatkozik, nyilván a téli közlekedés éri mindenkit, de Robika, ez is egy hozzáállás. Köszönjük szépen. Hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Mögöttem jött egy taxis, csattogtatja a fogait és tekergeti a rádiót. Jaj, gyerekek, én szeretem, mikor máshogy gondolunk dolgokat. Mikor megpróbáltok érvekkel legyőzni, és aztán visszavonultok, sugdolozva átbeszélitek, hogy mivel nyírjuk ki a balit, és vert seregeitek. Szűkölve, gyáván, farkatokat behúzva, egyszer ellovagoltok, és azt mondjátok, hogy bali, egyezünk ki döntetlenbe, és mondom, srácok, nincs döntetlen. Ez a csata eldőlt. Ez az elmúlt egy óra, ez tényleg így nézett ki, te észrevetted? Igen, hát Feri, nem tűnt fel, hogy lemészároltat minket az épész érvek erejével. Ketten jöttök, és vert seregként vonultok vissza. Az értelem pallósával. És ahol a hallgatóság egyén mögötted. Végig. És a hallgatóság egyéntetően, mint fekete sereg Mátyás mögött jön, és ostromoljuk Még Bécset. A rokonaink, szeretteink is elfordulnak tőlük, Ferenc, minden ilyen alkalommal. Csak szeretem. Egymásnak maradunk, sőt, még egymást is meggyűlöljük. Igen, meg bennünket is összeugrasz. Szeretem, mikor vitatkozunk. Nem könnyű mindig győznöm, de szeretem. Aha. Ugye? Nagy teher, hogy mindig győzök, de szeretem, mikor vitatkozni próbálok. Csináljuk már, hogy egyszer csak így az íze kedvéért csináljuk, mint hogyha veszted. De akkor is, nyersz, csak játsz, de. Jó, legközelebb legyen. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Péter, hello, jó reggel. Honnan hiszünk el, Péter? Jászberény. Na, mit csinálsz? Ott. Futár vagyok, és csomagokat szállítok ki. Hadd kérdezzem már meg, hogy bocsánat, hogy közbeszól, csak kicsit leromboljam a nimbuszodat. Csináltatok egy tök jó reklámot a Celeb vagyokkal. És az az egy, amit tettük a reklámban, hogy ide az elején volt még, hogy azért zuhantok le tulajdonképpen, mert bedobod a bögrét a hajtóművel. És teljesen jó magyar szinten a reklám, csak ez az egy, ami, hogy pont azért zuhantok le. Ez annyi más megoldás lett volna, és pont azért, mert te kidobod az ablakon a bögrét. A következőnél elmentjük a telefonszámodat, és akkor következőnél mindenképpen rád fog csörögni a kreatívunk. Hogy hogy zuhanjunk le? Picit lemutatok, Jesse. Picit, igen. Jó, ami a műsorban történik, az este van, itt nem történik semmi abból, ami este van. Ez most jó. Hát egy győztes mondata, pont ilyen. Így beszélnek a győztetek, szólni kívánok a népemmel. Ami este van, itt most reggel van, ez egy másik történet. De most mit üzentél ez kinek? Foglalkozunk inkább a hármas ugrással, jó? Milyenek a kérdések, Jani? Ennyi. Mi van? Kórházba voltál és meglágyultál? Előtörtek az érzelmeid, miközben berakták a branült? Nem, csak bebrunyált. Ja. Nem, semmi gond nincs. Viszonylag könnyű. Oké, okay, mehetünk. Egy ilyen visszatérő. Igen. Újra itt vagyok, szeresebb típus. Jani beköszön, így van. Figyelj, Péter, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Hogy nevezik a hím méheket? Hím méheket. Hát ez... Darás, hogy mit nem tudom. Na, hím méheket, hát mi van a lábad között? Hát ott nem mondjam. Nem pöcs. Hím méheket. De nem. Kicsit. Mi van a lábad között? Hát hím méheket, hát hogy neveznék méhecske? Hát, mondd meg, mi van a lábad között. Fullák! Az is van a lábad között. De mi van még a lábad között? A fullánk alatt. Mi van a fullánk alatt? Dongó. Nem tudom. Dongó van. Te dongót hordasz? Mi van a fullánkod alatt? Nem tudom, hogy mi van a... Mit hordasz az a zacsiban? Mi van a lábad között? Ere. Mi? Ere. Na, hogy megébredtél?
Herének hívják őket, a híméheket, így van. A dolgozó méheket herének, herének aha. hívják, igen. Két mericintlabda. Rákérdeznék a másodikra, hogy nehéz-e ezek után. Hát neked, neked ezek után neked lehet. Túl sokat kreatívkodsz. Igen, hát nem tudom ezek önnyitek. Után. Hát azért ez egy nagyon könnyű kérdés volt, a dolgozó híméheket, hát herének hívják. Hát lehet, hogy érdemes megállni és elvinni a nyakbalkasztót. Nem tudom, mi legyen. Jó, én nagyon szépen köszönöm, megállok. Én ezt szeretem. Kicsit, fej vagy kicsit megijedtél. Jó, figyelj, ez sem baj egyébként. Péter, egy dedikált nyakbalkasztót küldünk neked sok-sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök titeket is. Kitartása elkövetkező időkre még. Nem, sok egy hónap, és megyünk. Ma kimegyünk a reptére, könnyes szemmel integetünk, igen. Péter, köszi a játékot, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. És tényleg megállt? Meg. Hát, én nem csodálkozom azért, hát akinek ez a kérdés kihívás, nem volt azért az olyan nehéz. Hát a fixre ment, megijedt. Megijed, de nem volt nehéz kérdés. Elvitt egy nyakbalkasztót, hát jobb, mint a semmi. Az is igaz. Nem? Na. 5 perc van pontosan, 9 óra, jönnek a hírek, jó? Mi pedig a hírek után jövünk, és egy picit komolyabb témával folytatjuk, ami tőlünk talán szokatlan pénteken, az utolsó órában, de szerintem sok embert, vagy szerintünk sok embert érdekelhet a HPV oltás miatti pánik, mert az emberek pro és kontra olvassák és hallgatják a különböző érveket, hogy beadják, ne adják, és hát ugye nyilván az ember gyerekéről van szó, az ember szervezetéről van szó, és amikor egy oltással kapcsolatban totálisan ellenmondó véleményeket olvasol, akkor állsz hülyén, és nem tudod, hogy most például mi van, mi az igazság. Ennek próbálunk utána járni úgy, hogy összeengedünk két szaktekintélyt, akik megvitatják majd itt, hogy jó vagy nem jó, adjuk vagy ne adjuk a HPV vírus elleni oltást, ami például fenyegetheti lánygyermekedet majd később, ahol ugye kötelezővé tették szintén ezt az oltást. Így van. Na de, hogy olcsunk vagy ne olcsunk, vannak akik azért az oltás ellen vannak, úgyhogy ezt próbáljuk majd kideríteni. 4 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasonl, Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello drága hallgatók, messze tőlünk, 9000 kilométerre vagytok, de itt vagyunk nektek, ti pedig nekünk. Tartjuk egymásban a lelket, mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon, és hát igen, próbálunk otthoni témákkal foglalkozni. Minden oké? Okay? Minden. Jól vagy? Beszéltem az otthoniakkal. És? Minden oké. Okay. Nagyon de aggódnak miattatok. De rendesen. Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Igen, többen elküldtétek, köszönöm szépen, én azt rosszul mondtam, hogy a hereméhek nem dolgoznak azért herék, így van, mert hogy én dolgozó méhet említettem. A kérdés tulajdonképpen ez emiatt nem zavarta össze, vagy hát nem ez zavarta össze a mi hallgatónkat, de valóban a hereméhek nem dolgoznak, így sőt, mi több őszelőket kiküldik a kaptárból. Ezt nem is tudtam, annyira helyesek ezek a méhek, és mondják, hogy rátok már nincs szükség. Úgyse dolgoztok. Meg elpusztulnak. És szépen elküldik őket, valóban. Jó, de azért herék, mert nem dolgoznak, köszönjük. De a teherét, sztahanovisták. Gyerekek. Éjjel-nappal, csak a gálya. Csak a termelés, csak a termelés. 10 percek korábban kelnek, mint én. Fél órában később fekszerek, ott meló van. Ott figyelj, ők nem szórakoznak. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy trafi van Békésen, a Murony felől érkezőket mérik, és trafi van Vésztőn is. Mindenhol trafiznak gyerekek. Itt is a Békés felől érkezőket mérik. Ezt Viktor küldte nekünk. Viktor, köszönjük szépen. Az M2-esen Pest felé a Shell benzinkúton igazoltatnak. Ezeket nem szeretem beolvasni, és mindig rászaladok, de hülye vagyok. Amikor én teljesen ellenőrzés van, azt nem olvasom be. De néha még rászaladok. De azt jó, hogy nem olvasom be. Szerintem tök jó. Na jó, menjünk aki tovább. Ellenőriznek, annak nem. Igen, de hogy tudod, amikor a leterelik őket autópályáról, és akkor ott van a vámés pénzügyi őrség, ott van a rendőrség, ott van mindenki. Megtalálnak egy csomó lopott autót, meg mindezt, ha bemondom, akkor tudod,
aki éppen autót lop, azt viszik ki az országba. Azt nem arra megy. Mert hallja, hogy teljes ellenőrzés van. Nem? Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani volt olyan drága, és elküldte nekünk. Köszönjük szépen. M6-os 42-es kilométerénél ma is, mint mindig egyébként fotóznak. És az M0-ás 51-es lejárójánál a körforgalom után a logisztikai cég előtt Dunaharaszti felé van egy trafi, ezt Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen a közlekedési híreket mindenkinek. Nagyon szívesen mondják a hallgatók. Na, péntek van, és pénteken mi az utolsó órában általában humorizálunk, vagy könnyedebb témával foglalkozunk, de mivel most volt jó szakértői, neki úgy döntöttünk, hogy ezúttal kivételt teszünk, és egy kicsit komolyabb témával foglalkozunk, mert hogy ugye, hát nagyon tombol a neten a HPV vírus oltás miatti pánik, és az ember rengeteg mindent olvas, hogy most akkor oltsa a saját gyerekét, vagy ne oltsa, ha veszélyeztetett nő, beadja magának, vagy ne adja be magának. Sokan azt mondják, hogy ez megint arról szól, hogy ugye komoly bevételi forrás a gyógyszergyáraknak, van, aki azt mondja, hogy nem erről van szó, rengetegen mondják, hogy a vakcina nem old meg semmit, sokan kérdezik, hogy miért kell ezt a hetedikeseknek, vagy a 12 éveseknek egyébként beadni, ha közben a 30 év feletti nőket veszélyezteti, aztán rengetegen mondják ugye, hogy nem véd az életünk végéig, csak 6-8 évig terjed, ha egy 12 éves gyereknek beadod, aki még nem él szexuális életet 8 év múlva, újra kell oltani, biznisz, nem biznisz. Ugye, hát érintettek a nők benne, ugye ha valaki nem tudná, ez a humán papilloma vírus, amiről szó van tulajdonképpen, és hát összekötik leginkább a nőknél a méhnyak rákkal. Férfiak is hordozzák, hordozhatják. Érdekes módon a férfiaknál egyébként ilyen elváltozás nem okoz, a szervezet öngyógyító folyamatot valahogy életbe lép, lehet egy férfi is HPV-s, de hogy az meggyógyul. De hordozni hordoz. Hordozni hordozhatja, igen, és hát ugye azért mondják, mert hogy egy igen gyakran előforduló vírus, és az egyik legelterjedtebb szexuális úton terjedő vírusról van szó. Rengeteg nő elkapja, úgy is egyébként, hogy nem veszi észre, és beavatkozás nélkül meggyógyul, de vannak, akiknél ugye összefüggésbe hozható ez a méhnyakrákkal. És hát az ember ilyenkor mindig tanácstalanul áll, rengeteg információt olvas, rengeteg embernek van lánygyereke, aki még nem él szexuális életet, és hát a fene se tudja sokszor, hogy melyik lobby erősebb, ugye? Hát persze, mert jót akarsz a gyerekkel, mindenképpen meg akarod védeni minden bajtól, minden gondtól, ugyanakkor meg aztán fölmész az internetre, és azt olvasod, hogy világszerte ennek az oltóanyagnak a beadása többször okozott már adott esetben halálos esetet is. És amikor mondjuk egy olyan riasztó statisztikát olvasol ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk Magyarországra lebontva, hogy az általános statisztikát nézzük, akkor olyan 30-40 embernek a halála várható, akkor azért elgondolkodsz, hogy basszus, érted, nekem például jövőre kell beadatnom majd a lányomnak ezt az oltást. Uh-huh. Hát abszolút, nagyon abszolút érintve vagyunk ebben a dologban, és hát nyilván a mi fejünkben is megfordult az, hogy most akkor beadassuk, ne adassuk be. Tényleg. Nagyon sok mit baj csinálsz? Van. Mit szerint, én nem adatnám. Senki nem akar kivétel lenni. Senki alátámasztott nem... tudományos... tehát orvosi papíros, hogy ez a 30-40 ember ebben halt meg, vagy halhat meg. Na, sokan mondják, akik ellene vannak, hogy okoz rengeteg a nem kívánt mellékhatás, az erős mellékhatás, igen, sokan ráadásul azt mondják, hogy... Ráadásul csak egy törzs ellenvéd, tehát, igen. Hogy még csak nem is egy teljes körű védelmet ad. Ezek azért necces dolgok. Necces dolgok, szerintem több baj is van ezzel. Egyrészt nyilván azért ne felejtjük el, hogy emellett vagy emögött mindig van egy lobby. Tehát azért ez egy gazdasági érdek, hogy oltassunk, vagy ne oltassunk. Azért ezen sokan keresek. Nem vagyok oltás ellenes, laikus vagyok a témában, de nekem is van gyerekem, és rengeteg mindennel bombáznak, hogyha engedtük volna, akkor a Benit 85-ször szúrták volna meg, mert rengeteg olyan oltás van, amivel aztán megrémisztenek, a félelemre alapul az egész, ijeszgetik a szülőket, beadatod, terheled a gyerek szervezetét egy csomó felesleges dologgal, és aztán az esetek 90%-ában nem történik baj. A másik oldal azt mondja, hogy mi van, ha te gyereked az 1%, persze. De itt a legnagyobb baj szerintem egyébként az ilyen típusú oltásokkal az, egyrészt, hogy nagyon sok mindent olvasol a neten, kettő, hogy azért a magyar lakosság itt se nagyon jár szűrésre. Most ezt beadják? Hogy te beadod a saját gyerekednek, vagy egy nő saját magának, akkor itt megint a gondolkodással van a baj, hogy azt gondolod, hogy beadtam, megvéd, úgyse kell. Emiatt persze nem lehet azt mondani, hogy ezért ne adjuk, mert hamis biztonságérzetet kelt, de hát hány olyan nő van még mindig, akinek nincs ott az évi egy szűrés a fejében? Bead egy ilyet magának, aztán pláne nem is lesz. De ez csak az egyik ellenérv, gondolom, mondjuk a hamis biztonságérzet, amit az oltás ad. Aki beadatja, az próbál magára figyelni.
Tehát aki nem jár szűrés, az nem is fogja beadatni, mert nem érdekli a dolog. Aki beadatja, akár a lánygyereknek hetedikes korában, akár később, az meg pont szerintem gondolkodik előre, és ha már beadatt, akkor tudja, hogy ez nem minden ellen véd. A HPV mezőnyben ugye nem minden ellen véd, hanem egy törzs vagy két törzs ellen talán, bár a megbetegedések legnagyobb százalékát pont ezek a törzsek okozzák, ami ellen véd. Tehát ő valószínűleg figyelni fog magára, és eljár szűrésre is. Igen. Na most ugye tényleg azt olvasni, de mindjárt meghallgatjuk a szakértőket, mi laikusok vagyunk a témában, de mindjárt mindent megkérdezünk, hogy a 16-os és a 18-as törzsel szemben véd, azok ellen se egyébként 100%-ban, de az említett két törzsön kívül majd 100 féle másik törzs van, HPV fajta él, és ezek közül 13-15 szintén okozhat egyébként méhnyakrákot. Most akkor miről beszélünk? Hogy a megbetegedések nagy többségét viszont ez a kettő okozza. Ezt is mondják, igen, hogy az esetek 70%-ában a 16-os és a 18-os okozza egyébként a megbetegedéseket. De most 12 évesen beadatni... Azért adatott be 12 évesen, mert akkor kezdődik az a fajta nemi érés, meg folyamat, amiről te például számtanszó beszéltél, hogy a lánygyereket 12-13-14 éves korában már szexelni fog. Jó, ezért ugyanakkor ellenért pedig azt mondják, hogy a 30 év körül alakul ki a méhnyakrák, előtte az esetek 1-2%-ában. Viszont a HPV fertőzést meg akkor megkaphatod már az elején is, tehát 14 éves korodban is megkaphatod a fertőzést, hiszen akkor kezdesz el nemi életet élni. Ezért adják be a hetedikes járványt. Te beadatod majd? Én egyelőre igen. De én nem olvastam semmi olyat, ami... Nekem még van egy 5 éves. Nekem még van, így van, nekem van időm. A János az, akinél érdekesebb a dolog, hogy úgy jut, hogy egy év nekem jövőre van. Igen, neked jövőre van. Tehát én még azért ráérek, sőt, nekem ugye van még 6-7 éven van. Tehát, hogy én még azért jobban állok, annyi idő alatt egy csomó minden ki fog derülni. Én ezért vagyok néha az ilyen internetes kutatkodás ellen, mert például ezzel a témával kapcsolatosan is kiderült már, hogy az a legnagyobb ilyen zászlólengető levél, ami erről szólt, hogy az valami kamu. Tudod, tehát, hogy... Hát ez a Harpernek a levele, igen, aki elment egy ilyen konferenciára 2009-ben, és akkor ott felszólalt, aztán ezt helyre tette. Egyébként, hogy soha nem állította, hogy a HPV elleni oltás nem működne, ő csak felhívta bizonyos veszélyekre egyébként a figyelmet. Igen, csak az átlag ember meg ezt a levelet lobogtatja mindenki előtt, hogy ne add be, mert mindenki meg fog halni. Ahogy Pákot idézem ebben a dologban. De valóban én még jobban ráérek, tehát nekem van egy pár évem, amíg én ezt figyelhetem, és utána majd kiderül a dolog. Én egyébként megmondom őszintén, hogy én csak a tényekre vagyok kíváncsi. Tehát engem például ez, amit az előbb mondtál, ez a milyen gyógyszeripari lobby áll a háttérben, ez engem egyáltalán nem érdekel. De az is a tények ferdítése. Nem érdekel. Tehát a lobby is ferdít. Ha az oltás az használ, hogyha az jó, hogyha az egészségi gyerek egészség szempontjából. Na de a lobby mondja meg, hogy használ-e vagy nem. Tehát, hogy érted, hogy van egy oltás, oltó lobby, és elkezdik nyomni, és költenek a marketingre, akkor a marketing alapján hiszed ezt el. Honnan tudom, vagy honnan tudhatom hát azt, hogy ez, amit te most mondasz, nem egy másik gyógyszeripari koncernnek a lobbia, nem egy másik gyógyszeripari koncern, ennek a konkurenciája állítja azt, hogy az a vírus, amit a konkurense gyárt, az nem ér semmit. Honnan tudjam ezt? Nem azt mondom, hogy a két oltóanyag közül az egyiket beadatod, és a másik rosszabb, hanem azt mondom, hogy aki téged arról meg akar győzni, hogy adasd be, az egyébként baromi sokat költ megfélemlítésre, rengeteget költ marketingre, és te azt hallod tőlük, hogy bemész egy patikába, és szembevert téged a HPV elleni védőoltás, az nyilván marketing félelemre alapoz, elhiszed, hogy félned kell, és beadatod. Mint ahogy az ellenkampányt is lehet, hogy valamelyik konkurensi gerjeszti az interneten. De az ellenkampányt azért nem tud az oltó cég, mert ő nem tudja semmit reklámozni. Nem, de azzal, hogy rombolja a másiknak az érdekeit, azzal már a saját érdekeit is gyakorlatilag de nincs termék, tehát az ellenkampány nem érdekes, termék, a másikat nem veszik, vagy nem adatják be a másikat. Meg nem azt nem hiszem, hogy az ellenkampány mögött egy másik cég lenne, tehát itt két dolog van, vagy nem adod be, mert úgy érzed, vagy pedig megpróbál meggyőzni téged az oltó cég, vagy akik ezt csinálják, ugye, tulajdonképpen, akik előállítják ezt a terméket, hogy add be. És tényleg működhet az, hogy van egy gyógyszergyártó cég, aki azt mondja, hogy emberek fognak meghalni azért, méghozzá nagyon sokan, meg nem tudom, mit fognak elkapni ettől a HPV elleni védőoltástól, hogy én profitot termeljek. Tehát szerinted ezt bármelyik gyógyszergyártó cég bevállalja, hogy tudja, hogy úgy adja ki ezt a vakcinát, hogy nem azt hiszem. Mondja, hogy jó, ne add be, de akkor meghal a gyerek. Igen. De én tudom, hogy ez egyébként okozhat nálad valamit. De nem így kampányolnak, vagy nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy ha nem adod be, akkor ez lehet, te megijedsz, és a félelemre alapozva mondjuk beadod. Okay, de most én a másik oldalról beszélek, hogy tudnak ők mondjuk félelemre alapozva brutális lobbit tenni a mögé, hogy te megvásárolod. Ezt értem, de megteszi azt, hogy mondjuk meghal majd
30-40 lánygyerek Magyarországon, mert ez volt a hírben, hogy ez nem fog kiderülni, hogy ettől halt meg. Hát ha ettől halt meg, olyan pert akasztanak a nyakukban, hogy életük végéig ezt nyögik, nem? Nyilván ez is van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ajánlott oltás van, nagyon sok nem. Elméletek ellen vagyok egy kicsit ebben meg. Persze, én is azt gondolom, hogy persze oda kell figyelni az ember gyerekére, nagyon sok ajánlott oltás van, nagyon sok olyan oltás van, ami nem kötelező, de azt is szem előtt kell tartani, hogy azért emögött is állhat egy nagyon komoly lobby, akiknek érdeke, hogy te ezt megvásárolt, hány olyan oltáson bemész a patikában, nem kötelező ajánlott, 10-15 ezerért veszed meg ezeket a vakcinákat, beadod a gyerekednek, szétterheled vele az immunrendszerét, és közben ezzel ők azért brutális profitot termelnek, úgy, hogy a te félelmedre alapozva keltenek egyébként különböző kampányokat. És ezt te meg kapkodod a fejedet, hogy agyhártya, kullancs, lány, ez, az, mindennel teleszurkálod a gyerekedet, mert rátozzák a frászt. Na, van két szakértőnk egyébként, egy belgyógyászunk és egy szülésznőgyógyászunk, és ez a legjobb, amikor két hozzáértő ember beszéli meg egymással, érvekkel, ellenérvekkel, hogy mit lehet, vagy mi az, ami ajánlott, és mit adjon be a szülő, vagy ne adjon be a szülő. Dr. Szőnyi György, szülésznőgyógyász itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr! Jó reggelt kívánok, üdvözletünk! Ön az oltás pártján, ugye, ha lehet ilyen finoman vagy bulvárosan fogalmazni, hogy oltás párti, jól mondom, ugye? Hát, igazából, hogyha az a kérdés, hogy szakmailag helyesnek tartom-e a védőoltást, a humán papilloma vírus elleni védőoltást, akkor egyértelműen én azt gondolom, hogy igen. Tehát mindenképpen egy helyes gondolatról és egy szakmailag megalapozott gondolatról van szó, én úgy gondolom. Jó. Na, csak hogy legyen önnek beszélgető partnere, mert hogy velünk azért könnyű vitatkozni, hiszen masszíva laikusak vagyunk, mi csak kérdezünk. Dr. Ébert Jenő, belgyógyász pedig a másik vonalban, aki pedig hát HPV oltás ellenes, és ez a csodálatos a történetben egyébként, hogy mindketten orvosok ugyanazt aludják, mégis máshogy látják a dolgot. Jó reggelt kívánunk, doktor úr! Jó reggelt kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak, és a kedves kollégának is. Jó reggelt! Oh! Na, doktor úr, én mindig majd nevükön szólítom őket, hogy tudják, kinek szól a kérdés, hogy tegeződhetünk? Bocsánat, én annyira szenvedek ettől a magázódástól, tudom, hogy én vagyok a fiatalabb, és egyben ez egy masszív tiszteletlenség, de élhetnék az alkalommal? Mert természetesen, ez egy probléma. Jó. Örömmel. Jó. Köszönjük szépen. Doktor úr, ugye azt mondtad belgyógyászként, hogy HPV oltás ellenes vagy. Fogalmazhatok így, hogy te oltás ellenes vagy, mint belgyógyász? Ez a fogalmazás teljesen rendben van, és azt is szeretném elmondani, hogy én a kedves kollega úrral egyetértenék, hogyha tényleg meg tudnánk védeni a lányainkat, illetve a világon a tinédzsereket fertőzéssel kapcsolatban. Csak azt kell rendbe tennünk, hogy ez az oltás, amiről beszélünk, nem akarom azt a két nevet említeni, de ezekről, amiről beszélünk, ezek az oltások olyan vírusokat tartalmaznak, amik nem biztosan védenek. Tehát tudni kell, hogy mint már az előzőben említették önök, hogy több mint 100 különböző vírus van a HPV-ben belül, és ebből körülbelül 27, más források szerint 32 okozhat rákot. És mi most csak tulajdonképpen a 16 és a 18 ellen oltunk. És az a kérdésem nekem, hogy mi történik a többivel, a többi 27-tel vagy 28-al? Nos, én azt gondolom, hogy legelőször is érdemes egy nagyon fontos tényt tisztázni. Tehát a védőoltás nem tartalmaz vírust. Nincsen bennük vírus, hanem egy olyan fehérje komponens tartalmaz, amit, hogy érthetően próbálja megfogalmazni a hallgatóknak, olyan, mintha a vírusnak a rendszám táblája lenne a védő anyagban, az oltó anyagban, ez egy fehérje természetű anyag, és vírus, olyan hatékony vírus, ami bármi gondot és problémát okozna, olyan nincsen egyik oltó anyagban sem, tehát ez az egyik fontos dolog, amiért alaphelyzetben nem szabad aggódni azért, hogy bármiféle betegség kialakulhat a védőoltástól. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, kedves kollega úr, hogy ez a vírus számtábla, amit te említesz, ez a vírus számtábla géntechnikailag van előállítva. Ez a géntechnikai előállítás, ez egy nagyon megkérdezhető dolog, és egy sokan úgy vélik, és én is ahhoz tartozom, hogy ez egy
nagyon komoly betegséget okozható gén lehet, ami beleépülhet a mi géneinkbe. Tehát nem bántjuk a mi géneinket. Bocsánat, de nem így van. Tehát nem arról van szó az oltóanyag technológiában, mint ahogy egy vírus, mondjuk az influenza vírus ellen készítik, hogy előveszik az influenza vírust, majd azt legyengítik, és megfelelő módon egy gyengített vírust raknak bele a védőoltásba. Itt erről nincsen szó. Itt tulajdonképpen csak a vírus komponenseknek az a rendszám táblájában jelen, ami, hogy így mondjam, a szervezet számára fölismerhetővé teszi azt a jövőbeli vírust, ami majd érkezik. Tehát tulajdonképpen leegyszerűsítve a rendszámtáblát kapja meg a páciens, és nem magát a vírus. Tehát azért ez egy uraim, doktor urak, egy kérdést hadd tegyek föl, itt most arról vitatkoznak önök, vagy vitatkoztok ti, hogy jó-e, mi ellen jó az oltás. Itt, amiről mi elkezdtünk beszélgetni, az, hogy milyen kárt okozhat az oltás. Én erre lennék igazán kíváncsi, mert aki nem akarja beadatni, az nem azért nem akarja beadatni, mert nem véd, hanem mert fél, hogy bajt okoz. Jó, ilyenről akkor tudtok-e? Szeretnék ehhez rögtön válaszolni, ha megengeditek. Te vagy ellene, ugye? Én ellene vagyok, igen. Jó, igen, Jenő, igen, csak a hang alapján. Igen, jó, meghallgatjuk mind a két felet, Jenő, parancsolj. Jó, azt tudom elmondani, hogy van egy kis statisztikám, ami Amerikából származik, mégpedig 2013 végéig. Illetve tudok egy pár számot mondani, ami 2014. augusztus 31-ig is szól. Az amerikai statisztikában kiderült, hogy eddig 30.352, illetve augusztus végéig 35.270 mellékhatást jelentettek. Ebből nagyon komoly volt 4091 december végéig, és 4290 pedig augusztus végéig. Sőt, a többit nem is sorolom föl, ebből van 140 haláleset december végéig, és most már 149 van augusztus végéig. Tehát ezek az úgynevezett az oltógyártóktól kiadott statisztikák, illetve állítások, azok sajnos nagyon sokat sántítanak. Tehát ez az oltás nagyon-nagyon kellemetlen dolgokat tud okozni, és sok mellékhatást tud okozni, és maradandó mellékhatást. Pontosan. Jó, meghallgatjuk a másik oldalt is, György. Pontosan azért, hogy ha már statisztikákat hozunk elő, akkor érdemes megnevezni mindig a forrást. Az egyik, amit én fölhoznék, az az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, aki azt gondolom, hogy azért egy eléggé hiteles és független szervezet. A másik, akire hivatkoznék, az pedig a VIRS nevezetű Egyesült Államokbeli védőoltásokat állandóan vizsgáló szervezet. Na most ide érkeznek be azok a jelentések, amik az egyes védőoltásokat követő problémákból adódnak. Most fölemlegette itt a kedves kollégám a haláleseteket. Borzasztóan fontos eloszlatni azt a tévhitet, hogy halálesetet okozna ez a védőoltás, ugyanis ezek a szervezetek, ezek független szervezetek, ezek egyetlen egy esetben sem tudták megállapítani azt, hogy a védőoltás okozta volna a halálesetet. Tehát most voltak, előfordultak halálesetek, néhány alacsony számban, viszont ezek a vizsgálatok, ezek borzasztó komolyan folynak a világban, az Egyesült Államokban meg még annál is komolyabban, és hangsúlyozom, tehát egyetlen egy esetet sem találtak, ahol összefüggés lehetett volna mondani. Tehát azért ez egy nagyon fontos információ. Jó, okay. Ezek publikus adatok, és ezek elérhetőek ezeknek a szervezeteknek a honlapján is, hogyha ez. Jó, én kérdezett más, bocsánat, csak hogy minden témakört érintsünk, hogy ugye az oltás 12 éves lányoknál kezdik. Itt több műsorvezető kollégának is ugye vagy abban a korban van a lánya, vagy hamarosan odaér. Közben pedig az ember azt olvassa, hogy leggyakrabban, és ez statisztikailag igazolható, a 30 év feletti korosztályt fenyegeti a méhnyakrák. És ugye mivel a gyártó is állítólagosan, javítsatok ki, nem így van, 6-8 év védettséget szavatol, ezért én laikusként egyébként nem értem, hogy miért kell elkezdeni kislányoknál. No, György, te mint a mellette, mondj nekem erről két mondatot, aztán meghallgatjuk Jenő véleményét is, hogy miért kell ezt 12 évesen elkezdeni. A magyarázat a következő. A klinikai vizsgálatok egyébként nem 12, hanem 9 éves életkortól indultak, és onnantól kezdve vizsgálták azt, hogy ennek a védőoltásnak az immunológiai hatása milyen. A fiatal lányoknál ugye a vizsgálatokban még azt nem tudták vizsgálni, hogy kialakul-e a humán papillomavírus fertőzés, hiszen ez nemi úton terjed, és a fiatal korosztály még nem életet nem él.
a 16 éves korosztály fölött pedig azt vizsgálták, hogy egyébként előfordulnak-e a védőoltás mellett humán papillomavírus fertőzés tünetek. És azért fontos, hogy korán kezdjük el a védőoltást beadni, mert az immunrendszernek a válasza, az minél fiatalabb korban adjuk, annál inkább intenzívebb lesz, tehát egy sokkal magasabb ellenanyag szintet fog a szervezetben a védőoltást produkálni. És ez azért nagyon fontos, mert ugye ma körülbelül olyan 13-14 éves tapasztalatunk van a védőoltásokkal kapcsolatosan, beleértve azt az időszakot, amikor már adjuk, ez 2006-tól indult el a védőoltások beadása világszerte, és előtte megelőzte egy jó néhány éves, 6-8 éves fejlesztési időszak, tehát ezt a kettőt összedjük, ebből jön ki ez a 13-14 év, és azt lehet mondani, hogy ez alatt az időszak alatt a vizsgálatok azt mutatták, hogy az ellenanyag szint nem csökken olyan mértékben a szervezetben, hogy például utánoltásra lenne szükség. Ilyenkor leülnek a matematikusok, és kiszámolják azt, hogy ha ilyen tendenciában, ami 15 év alatti titerszint csökkenés jelent, folyamatosan kevesebb lesz az ellenanyag, akkor extrapolálják ezt a számot, és megnézik, hogy mondjuk 90 év alatt mi történik, és azt lehet tudni, hogy még 90 év múlva is olyan magas lesz az ellenanyag szint a szervezetben, hogy a védelmet maximálisan biztosítja. Hát nem kell. Hanem, tehát nem 6-8 évről van szó, hanem a mai ismereteink szerint, és ezt klinikai vizsgálatok és extrapolálások bizonyítják, hogy életünk végéig a mai ismereteink szerint ez a védelem, ez biztosított. Jelölik mondasz erre, csak kíváncsiságból. Igen, abszolút. Oké. Akkor szeretném a kedves kollega urat, illetve téged Gyuri felvilágosítani, ha megengednéd, hogy az immunitás nem csak az ellenanyag szinttől függ. Tehát ezt a tévhitet szeretném a kedves nézőknek is elmondani, hogy az ellenanyag szint az semmit sem jelent. Tehát mindenféle matematikai extrapolálás vagy számítás egy kutyafüle, hogy így mondhatom. Mert az immunológia az úgy működik, hogy sejtbeli immunológiai immunitás is van. És a sejtbeli immunitásnak sokkal nagyobb a szerepe a fertőző betegségeknek a megvédésében. Próbáljuk úgy fogalmazni, hogy laikusok is értsék, tehát hogy miről van szó, hogy nem érdemes 12 évesen beadni, azért fogalmazok ennyire a felszínen, hogy mindenki számára érthető legyen, nem menjünk nagyon szakmaiba. Én nekem az a véleményem, hogy semmiféleképpen nem szabad beadatni, mert a veszélyes kor az 25-től 30-35-ig, esetleg 40 évig terjed. És addig ez a védőoltás, amit védőoltásnak nevezünk, én nem nevezném védőoltásnak, hanem csak egyszerűen oltásnak. Ez az oltásnak a hatása, ami az antitest szintre hat, az teljesen ki fog múlni. Tehát ez egy abszolút hibás és rossz gondolkodás, amivel a mi lányainkat tönkretesszük. Igen, csak sajnos ez nem így van. Tehát ezt a klinikai vizsgálatot... Hát azért ugyanakkor ezt kívülről laikusként hallgatva, két ember, aki ugyanazon az egyetemen végzett és ugyanazt tanulta, ennyire más gondol, azért ez számukra laikusként egyébként érdekes, de ugyanakkor megdöbbentő és félelmetes is. Ijesztő, hogy mi ugye itt vagyunk laikusként, és tényekről beszélgetünk, és egy belgyógyász és egy szülésznőgyász egyébként teljesen máshogy látja a dolgot. Nyilván azért is érdekes ez a beszélgetés, de dermesztő is, miközben mi itt vagyunk lánygyerekekkel a hátunk mögött, vagy mellettünk, hogy mi csináljunk, ugye? Hát ezért ez egy izgalmas dolog. Szeretném elmondani, hogy én már 25 éve, 24 éve foglalkozom ezzel az oltási témával, és ezzel kapcsolatban alapítottunk egy mozgalmat is, ami az arról szól, hogy beszélgessünk az oltásokról. Van egy internet fórumunk is, azt úgy hívják, hogy www.választható-oltás.hu. Itt sok mindent közé teszünk, és szeretném ezt a nézőknek is ajánlani, hogy menjenek rá, és nézzék meg, hogy ott mi áll. Ezen kívül szeretnénk egy petíciót is beadni, mégpedig novemberben. Jó, kicsit kampányolni kezdtünk, doktor úr, kicsit kampányolunk, értem, de hogy azért ez nem egy kampánybeszéd, hanem itt magáról a tényekről szeretnék beszélgetni. György, még szeretném volna egy mondatot mondani, vagy reagálni arra, amit Jenő mondott. Igen, tehát az a baj, hogy picit elbeszélünk egymás mellett, tehát amikor egy orvos állít valamit, akkor az klinikai adatokra és evidenciákra alapozva tudja megtenni. Az evidenciákat, azokat megfelelő publikációk szokták kísérni, és én csak annyit mondanék el a HPV elleni védőoltásra, illetve magával a HPV témával kapcsolatosan, ez is nagyon sokszor megjelenik. De azt mondják, hogy a HPV-nek nincsen akkora szerepe. Hát azért gondoljunk bele, hogy 2008-ban az orvosi Nobel-díjat azt egy német professzornak, a Harald Turvigen professzornak adták oda.
ezt a professzor úr azért kapta meg, mert ő bebizonyította azt, hogy a humán papillomavírus 16-os és 18-as típusa felelős a méhnyakrák kialakulásáért 99%-ban. Tehát ha valaki egy Nobel-díjat kap, azért azt az egyet már ne vitassuk el tőle, hogy azért ez egy nagyon komoly megalapozott kutatás, és a nagyon komoly megalapozott kutatások közül választják ki a legjobbakat, az lett Nobel-díjra érdemes, amit a társadalom szempontjából nagyon-nagyon jelentős új kutatási eredménnyel bír. 2008-ban megosztva osztották ki a Nobel-díjat, az egyiket a Harald Sundvigen professzor úr, a HPV és a méhnyakrák összefüggéséért, a másikat a HIV vírus és az AIDS összefüggéséért. Tehát eléggé azt gondolom, hogy evidenciákról van szó, és hogyha valakinek Nobel-díjat adnak, azt nem a sufniban adják oda, hanem nagyon komoly tudományos prémium vizsgálja. Tehát innentől kezdve, hogy valaki mit gondol egy honlapon, és mit állít, szerintem erről tulajdonképpen kár is vitatkozni, mert teljesen messze van a tudománytól. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük. Mi pontosan erre voltunk csak kíváncsiak igazából, nem eldöntve ezt a kérdést, csak hogy egy azonos dologról, egy bizonyos védőoltásról, két orvos vagy oltásról teljesen máshogy gondolkodik, ezért félelmetes a dolog és megdöbbentő, viszont nincs nagyon több időnk. Szerintem hallottunk érveket és ellenérveket. Dr. Ébert Jenőnek és Dr. Szőnyi Györgynek köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, doktor úrak, és sok beszélgetést egymással, hogy mi laikusok tudjuk, hogy mi a felét csináljunk egyébként, mert nem tudom, hogy ezek után tudom-e. Köszönjük szépen mind a két félnek, köszönjük szépen. Köszönjük. Viszont Na Jani, oltasz? Janikám. Na ez a jó, amikor véghallgatsz két szakértőt, két embert, akik szintén ugyanolyan diplomával rendelkeznek, hogy ezt Balázs is mondta. Egyébként mind a ketten rettenetes elánnal, rettenetes meggyőződéssel tolják a saját véleményüket, és egy tapottatnyit nem engednek a saját álláspontjukból. Te meg itt állsz szülőként, és itt állsz lányos apaként, és egyáltalán nem vagy előrébb. Nekem még egy év van rá, hogy eldöntsem ezt a dolgot. Nem lettem okosabb. Nem. Jó, ez nem csoda mondjuk az én képességeimmel, de... Mélyről indulunk is. Azért, mint hármunk esetében mélyről indulunk. De izgi, ugye? Hogy azért gondolj bele. Az a baj, hogy orvosi diplomád nincs, ugye nem tud így nézni, hallottál két érvhalmaszt. Van egy marketing kampány mögötte, van valódi veszély mögötte, azt sem szabad elfelejteni, van a lobby mögötte, az üzleti érdek, a valódi veszély, a megbetegedés, és akkor tegyél igazságot. Jó, érdekes volt szerintem, jó ezek a dolgok, nem fura világban élünk. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jövünk mindjárt, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, egy pici szünet, és utána jövünk vissza. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Belgyógyászati fél óránk véget ért. Kossuth Rádió újra Klassz FM lesz. De szerintünk kellenek ezek a témák, és néha kell ezzel is foglalkozni. És most jön a déli krónika. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Megvitattuk a téli gumi kérdést, ami elsősorban a taxisokra vonatkozik most, mert ugye október 15-től kötelező érvényen fel kell rakniuk a téli gumit, arról beszélgettünk, hogy jó, nem jó. Két nézetet képviseltünk, én az utas oldalt, ti a taxis oldalt, és egy jót beszélgettünk, vitatkoztunk azon, hogy mikor rakják föl. Ha valaki hármunk közül rendeletet hozhatna, hogy mikor tegyék föl a taxisok, akkor ki hogy szankcionálná, illetve ki milyen rendeletet hozna téli gumi ügyben, hogy mikor kelljen feltenni a taxisoknak a téli gumit. Máshogy láttuk a kérdést. Picit. Igen. Picit. Hát mindegy, még demagóg volt. De neki volt igaza. És ugye Pataki Attila néhány nappal ezelőtt tett egy érdekes kijelentést, miszerint... Újabbat, ugye, miszerint az egyik celebritással ő két évvel ezelőtt találkozott, és ott döbbent rá, hogy ő egy alakváltó UFO. Igen. Vagy tulajdonképpen egy alakváltó földön kívüli, mert az UFO ugye az maga a tárgy, ami repül. És filóztunk már tegnap is azon, hogy vajon ki lehet az alakváltó celeb, aki nem celeb, csak annak mondja magát, mert sokkal inkább egy alakváltó földön kívül. Igen, az a baj, hogy csak magyarokba gondolkodtunk, mert alapvetően lehet, hogy ő ezt a celebritást azért gondolja a celebritásnak, mert a harmadik típusú találkozások című filmben látta. Így van. Smuk Andorra gondoltunk, és már tegnap is emlegettük, hogy szerintünk ő gyanús, ma felhívtuk, és ünnepélyesen megkértük, hogy végre adja vissza az igazi Andort, leplezze le magát, és vonuljon ki a gazdatestből, és adja vissza a Kaszpitó mélyéről Andort, akit elrabolva tartanak ott valahol a Kaszpitó vagy a Tanganyika tó környékén. És végre ne zaklassan nyugdíjasokat. Felhívtuk és szembesítettük ezzel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Vérre menő vita van itt, kérem szépen. Vérre menő vita. Lányosapák, fiúsapák, szülők, nők.
amíg a Best of Man, hajtépve ordibáltunk, hogy olcsá vagy ne olcsá. Egyébként egyszer ezt kéne adásba tenni, hogy mi történik itt a Best of alatt. Hogy Gyula váltotta ki, gyerekek, Gyulát adásban. Igen. Gyula bejött, igen, én is csatlakoztam Gyulához, ti vagytok a másik amikor oldal. Amikor kitör a gólemek háborúja, két nagy darab egymásnak esik. Én kicsikét próbáltam közétek állni. Gyerekek, nagyon nehéz igazságot tenni, de jó erről beszélni. Igen, öljük egymást is, és hajtépve mindenki máshogy gondolja. Csabi, Anna, jó reggelt! Hello! Sziasztok! De jó benneteket. Látni, mi újság? Jól vagytok? Itt minden rendben. Jó titeket együtt látni. Igen. Jani azért onnan hiányzott ugye? A jobb sarkából a képnek. Nagyon. Örülünk. Persze, kicsit pihengettem. Mindig bedob valamit, hogy jobb legyen a hangulat. Valamit, nagy mókamester mindig kitalál valamit, hogy jól szórakozzon. Annyi szépet hallottam, meg láttam is némi filmes, mellékes információs csomagban ma kedves dél-afrikai ápolónőkről, nőértékről. Hogy milyen jól áll nekik a fityula. Cserébe viszont ebből a szűréssel várnak, tehát hogy pár hét karantén. Ja, csak mondom egyébként, hogy a vérvizsgálatom tökéletes lett. Aha. És a vérvizsgálat benne volt például a malária szűrés is. Ennek az ebola is. Ennek azért örülök, mert amikor rosszul lettél, én turkáltam a szádban. Igen. Urabusztus a vásárásnak egyébként. És a Feri is belenyúlt, hogy mentsük, hogy... ami menthető. Örülök, hogy nem vagy ebolás, mert mindannyian azok lennénk már egyébként, mert az ember ott nem gondolkozik, hogy mi lehet vele, segítsek, ne segítsek, ugrottunk oda, segítettek. Éreztem, hogy valami keményet akar beleszuszakolni a számba. De ha ebolás vagy már mi ketten a Ferivel minimum, ugyanis könnyékig benne voltunk a szádban igazából, úgyhogy azért ennek én is felsóhajtottam, amikor megkaptuk a véreredményedet, hidd el. Nem csak te, nem, meg a Feri is egyébként, és ott van is még néhányat. Na, hívjuk a naphallgatóját, okay. Jó? Drága Anna, az új hajacskáddal. Ez új? Hát, úgy értem, hogy egy hetes. Újacska. Nekem új, egy csomó dolgot elfelejtettem. Csabikám, mi újság? Voltál futni? Ma nem voltam, képzeljétek el, kedszer, de csütörtök, most így osztottam be ezt a három napot, és ma egy órával tovább aludtam, jól esett. De jó nekem. Igen. Tényleg jó. Majd mondd el, milyen. De jó ez, muti ez, mamus. Miért nem ezt használtuk? Gyerek. Ez jó, nem ezt használtuk eddig, ez hol volt? Félre nyomtál egy gombot? Nem. Mert ez jó? Aha, nekem az ilyesmű mindig az, hogy az eszembe, hogy egy rúdon lógok, és éppen... Morning show. Hát az ittük már fel se veszed. Jó reggelt, hello. Sziasztok. Hogy hívnak? Szala vagyok. Szala! Mi a franc? Nem írod alá, hogy nem írod alá, nehogy észrevegyem, hogy erre sonyi. Nem, elfelejtettem alá. Elfelejtetted, úgy. Ugye felhívtuk Smukkandort, hogy leplezze le magát, esetleg ő a földön kívüli, mert hogy Pataki Attila megnevezte, illetve sajnos nem megnevezte, csak elmondta, hogy találkozott egy celebbel két éve, és rájött, hogy ő egy alakváltó földön kívüli. Mi Andorra gyanakodtunk, felhívtuk, hogy leplezze le magát, és megkérdeztük, hogy ugye hányan vannak benne, és hol tartják az igazi Andort. Szellemes volt, amit írtál, annyit írtál, Andor maga lehet az űrhajó. Bizony, nem is űrhajó, anyahajó. Nagyon szerettük, Szala, úgyhogy én már nem tudom, anyadszor, de te vagy a naphallgatója. Nem volt. Hozzászor, rendszeresen. Tényleg nem sok. Megcserélgeti a régieket, mindig visszaküldi, csak az újat tartja. De most jól fog neki jönni, mert van üzemanyag is, és a kis drága gépjárművét tankolhatja. Van plusz ajándékunk? Igen. Na, Szala, hallgass meg akkor a reklámblogba, hogy mit adunk, jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Csáó, jó hétvégét neked. Hello, sziasztok, hello. Nektek is. Hello. Feri, mi a recept? Kérlek szépen, én már a hazai ízekben gondolkozom, nem hazudok akkor, amikor elmondom, hogy ezt még otthon csináltam, tehát nem itt fotóztam, meg nem itt főztem le az ételt. Egy rettenetes gigászi pulykacombot tűzdeltem meg fokhagymával. Nem, azt kihagytam belőle, mert a bőre jó zsíros volt, és az maga ráolvat, mert egy hosszan sütöttem rozmaringgal és fokhagymával, úgy, hogy így szétesett a hús. Mit ajánlasz mellé köretnek? Almacsatnit csináltam, nagyon finomat, mert most dübörög
pörög még az alma szezon, sok van belőle, hazai finom, hát itt Dél-Afrikában nem, de otthon viszont igen, úgyhogy ezzel parádézunk. Viki szerintem már föl is rakta a fácsebukra, és hogy én holnap már otthon leszek, amit berendeltem, az a rakott krumpli nagyon sok tejföllel, ne forgasd a és hétfő reggel, amikor én már otthon ülök majd, és ti még itt, és én azon a képen leszek, ahol most a Csabiék, látod? Akkor egy olyan palettát fogok felvonultatni nektek kajából, hogy a kaszatibi a semmit nem mondja. Korábban bejövök hétfőn. Legyen így, Feri. Igen, hozom a kenyeret. Megyek életem, futok. Egy sima húslevesért, már Zsül bal szemét simán oda. Zsülből semmi nem maradni. Már keresem rajta a testészeket, hogy kiárusítottunk. Igen, mit nem adtam még oda. Na, ha viszont te ilyen kedves vagy, akkor mi is készültünk egy ajándékkal, mert hogy ugye nem elfelejteni elsősorban a NAV munkatársainak, hogy holnap érkezik egy járat Kairóból. Ott leszek. Délután száll majd le, és hát mi is készültünk egy apró pici ajándékkal, mert reméljük, hogy a NAV munkatársainak van humorérzéke, és láttuk, hogy mi van a szobádban. Meghaladja a 450 eurót a becsempészet feketárú, a Louis Vuitton táskák és a parfümök, amiket viszel. Úgyhogy kell vele jutni előbb az országból. Janival kéz a kézben áthaladtunk a patikába, egyrészt van benne rutinunk, sokszor járunk oda, és megvettük neked ezt, de jó, ezt a tégely orvosi vazelint, hogy ha majd a NAV munkatársai félreállítanak téged egy testüreg motozásra, srácok, csattanjon a kesztyű, a vazelint én adom a bulihoz, és add elő a kis kinder tojásokat, amit elrejtettél testüregeidben. Ja, jó, tessék, parancsolj, de hogy ne tudom, legyen hogy olyan nehéz a helyzeted, nem kinder tojásokkal kell majd ellátni a belső részeidet, hanem vettünk neked 3-2 literes termoszt. Igen, köszönöm szépen. 250 milliliter alatt van, felvéheted a gépre, ha melyik kötöknél volt este, mert kicsit kevesebb van benne, mint a gyári csomagolás, kihasználtam. Én bakartam meg a vesén. Nyikorgott az ajtó, bekentem vele a fürdőszobajtót, úgyhogy egy orvosi vazelinnel tudunk neked kedveskedni. Egy fél komoly mondat, hogy szerintem a stáb minden egyes tagja nevében, aki itt volt, köszönjük, hogy jöhettetek velünk, mert azért ez nyilván a tévéműsorról szólt, hogy marha jól éreztük magunkat. Örülünk. Nagyon nagy, tényleg nagyon jó volt. Tudnád a képeket Dél-Afrikáról, ezt akartam mondani, és főleg azért, mert ti eddig még semmit nem csináltatok. Majd otthon megnézzük. Mi pedig jót szórakoztunk két hétig. Ha hazamentek és csináltok egy ilyen Krüger Nemzeti Park, kanyon, Maszáj falu, nem tudom, küldjetek már, hogy lássuk mi is. Meg egy kis időt kérünk, hogy a Wikipédián utána tudjunk nézni ennek az országnak. Küldjetek már el. Csabi, mit mutattál a képen közben? Képzeljétek el, ez az a Kylie CD, amit meg lehet nyerni. Ja. Van poszta is, de azt most nem bontom ki, csak mutatom nektek. Ezen kívül 2 darab belépője egy Kylie koncertjére, és ma fogom kisorsolni a fődíjat, hogy kik azok a szerencsések, akik találkozhatnak személyesen ezzel a csodálatos Kylie. Erről is lemaradtam, hogy a tüdőt. Na, nektek jó utat, Gyugyókám, neked köszönjük is, Feri, neked is, Viki, Edit, mindenkinek. Gondoljatok ránk, hogy mi még egy hónap múlva is itt vagyunk, és amikor húslevest tesztek, és nem tudom, rakott krumplit, minden, csak a fele akadjon a torkotokon. Legyen nagyon finom, tényleg minden ízlelő bimbotokat kényeztessétek, és a fröcsköljön a popsitok, mint a slag. Igen. Minden egyes kajáról fogok nektek képet küldeni, mindegyikről. Amikor a gyermeketeket magatokhoz ölelitek, és játszotok így vele, legóztok, ne ismerjen meg benneteket. Kéz a kézben alszotok el, gondoljatok arra, hogy mi még nem tudjuk ezt megtenni igazából, és nekünk is nagyon hiányoznak a gyermekeink, úgyhogy hát nagyon-nagyon jó utat kívánunk nektek. Nagyon köszönjük. És ne várakozzatok sokat majd a kairói repülőtéren. Jó? Így van. Mert az a 4-5 óra nem olyan sok. Schuller Attila holnap kairói járat Budapesten. Landol. Schuller Attila csapjon a vállatokra, miközben nem számítatok rá. Így van. Na, Anna, Csabi, nektek puszi, jó munkát. Jó, 555-55-00. Nektek jó utat, és akkor hétfőn ott a kicsi dobozban. Bizony, megyek, hívom az Attillát most 10 után. Tácsörgök. A tuti, te vagy az én emberem. Te vagy az én emberem. Így van. Mr. Schuller, Ferihegyen várjuk holnap, mert hogy munka van, érkezik a csempész áru. Na, szép hétvégét kívánunk mindenkinek, 555-55-00, ez a telefonszám, Csabitól itt lehet dalt kérni, mi pedig jövünk hétfőn, immáron csak kettecskén, illetve Zsül hiányzó bal, jobb kar és szem nélkül. Így van, a csonkkal. Így van, szép hétvégét, szevasztok! Sziasztok! Ez volt már a Morning Show.